Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Budapesti Műszaki Egyetem területén. Ugye az előadásom, amelyet most meg fogok tartani, eddig mindig a fizikai intézetben volt, és a fizikai intézetnek most azért nem tudjuk az helyszínként megválasztani, mert sajnos felújítás alatt van a szentély, a fizika szentélye, és ezért eljöttünk, úgyhogy az első köszönetet a villamosmérnök és informatikai karnak köszönjük meg. Ők azok, akik ezt a tantermet azóta biztosítják, amióta a tanterem felújítása van. És a másik köszönetet pedig a Budavári Schönherr Stúdió 5-fős legényzetének köszönöm meg, akik az interneten közvetíteni fognak minket. Annyit szeretnék mondani, hogy ha esetleg van valaki, aki nem szeretné, hogy az arca megjelenjen a felvétel során, azt tegye meg, hogy fölvesz egy maszkot, és akkor szerintem meg tudjuk oldani a dolgokat. A kísérletek, amelyeket látni kell, azt mondják, hogy mindig úgy kezdődik valami jól, hogyha van valami durranás, hát akkor megpróbálunk valami efélét kitalálni. Ez egy adiabatikus expanzió lesz, és hogy egész biztos legyek a dolgomban, hozzákészülök a védelmi eszközökkel. Szóval ebben az edényben egy éghető anyag van, amelyet egy szikrával megpróbálunk begyújtani. Azt hiszem, hogy ezzel kezdetét veszi az előadás. Ez az úgynevezett alkoholos rakéta. Hát igen, hogyha megnézik, akkor a hőmérséklet hatására azt tudomásuk kell venni, hogy ezek a polietilén tereftalát, vagy ha úgy tetszik PET palackok a hőmérséklet hatására emlékeznek arra, hogy mekkora, milyen előgyártmányból fújták, és a hőmérséklet hatására ez elkezd összehúzódni. De hát ezen most már túl vagyunk. Az előadásomnak van egy meghívott előadója. Szeretném bemutatni dr. Sarkadi Tamást, a Budapesti Műszaki Egyetem docensét. Köszönöm. Amikor ma itt találkoztunk a teremben, akkor azt mondtam, hogy szervusz tettes társam, úgyhogy fogadják szeretettel az ő általa bemutatott kísérleteket is. És akkor rögtön belevágunk abba, amit szeretnénk megmutatni. Két darab írásvetítőt lehet látni itt. Az ő írásvetítője mellett egy Van de Graaff generátor található, amiből ki lehet találni, hogy nagy elektromos tereket fogunk tudni létrehozni általa, és ezzel meg szeretném mutatni az elektromos térerősségnek a tulajdonságait. Előttem egy másik írásvetítő mellett egy doboz található, egy tápegység, amelynek a terhelésé ről el lehet mondani, hogy nem nagy feszültséget, viszont nagyon nagy áramerősséget fogunk tudni létrehozni, vagyis ezzel a mágneses tereket fogjuk tudni megmutatni. A két tér összefügg egymással, ha valaki egy kicsit az elektromágnesség tanba járatos, akkor teljesen világos, hogy ez összefügg. Jelen pillanatban nem fog összefüggni, mert az is nyugalomban levő töltéseket fog tudni elektromos terét megmutatni, itt pedig a stacionárius áramoknak a mágneses terével fogunk foglalkozni. Akkor Tamás, kérlek, akkor induljunk. Tehát ahogy a tanár úr mondta, mi elektrostatikus kísérletekkel fogjuk ezt a mai órát kezdeni. Ugye ezt már az ókori görögök is tudták, hogy dörzsöléssel elektromos állapotba hozhatóak testek. Aztán később Coulomb volt az, aki ezt tudományos igényességgel is vizsgálta. Föl is írtunk itt néhány alapvető összefüggést, ami remélem, hogy sokak számára nem teljesen ismeretlen. Tehát Coulomb volt az, aki először megállapította azt, hogyha két elektromos állapotba hozott ponttöltést egymástól adott távolságra helyezünk, akkor köztük valamilyen vonzó vagy taszító kölcsönhatás lép fel, és ez a kölcsönhatás arányos az egyik, illetve a másik töltésnek a nagyságával, és fordítottan arányos a töltések távolságának négyzetével. Azt is tudjuk most már, hogy ezt a kölcsönhatást az elektromos tér közvetíti, amit szoktunk elektromos mezőnek is nevezni, csak hogy ezt az elektromos mezőt mi nem látjuk, és ezért egy kicsit talán misztikus
kocsisnak is tűnhet ez az elektromos mező. És most a mai napon arra teszünk kísérletet, hogy ezeket a láthatatlan mezőket láthatóvá tesszük. Ehhez ugye elektromos állapotba kell hoznunk egy testet, amit most végeredményben szintén dörzsöléssel hozunk elektromos állapotba. Ez egy Van de Graaff generátor nevezetű eszközzel tesszük meg, ahol egy szalag fut körbe, és hát kicsi leegyszerűsítve ugyan, de talán magyarázható ennek a működése úgy, hogy ez a szalag dörzse elektromos úton oszt meg töltéseket, mondjuk pozitív töltéseket gyűjt össze ebben a gömbben, és negatív töltéseket pedig egy másik kisebb gömbben. Itt persze nagyon sok apró részletkérdést megtárgyalhatnánk még, hogy miért ilyen szép sima tükörfényes ennek a gömbnek a felülete, vagy miért hasznos az, hogy a szalag éppen a gömb belsejébe fut bele, és belülről adja át a töltéseit a gömb felszínének. Most mi igazából ezt mint egy eszközt fogjuk használni arra, hogy megfelelő mennyiségű töltést halmozzunk föl. Hát most bekapcsolom ezt a generátort, és akkor megfigyelhetjük azt, hogy itt bizony olyan nagy elektromos tér jön létre, hogy szikrák is pattannak a két különböző töltéssel rendelkező gömb között. Minket most nem annyira ezek a szikrák érdekelnek, hiszen ezek már a töltések mozgásai, már pedig mi most elektrostatikával szeretnénk foglalkozni, mondjuk a töltések mozognak, azt majd a tanár úr fogja ismertetni. Minket itt most az sokkal jobban érdekel, hogy itt a gömb közelében, amikor ez föl van töltve, akkor kisebb-nagyobb tárgyakat vonzani vagy taszítani tud, tehát itt az elektromos erőtérben valamilyen vonzó vagy taszító kölcsönhatások lépnek föl, és ezt a vonzó kölcsönhatást, vagy ezt az elektromos kölcsönhatást használhatjuk fel arra, hogy a térerősséget, az elektromos térerősségét azt helyről helyre föltérképezzük. Tehát ha van egy gömbünk, amely töltésekkel van ellátva, annak a környezetében elhelyezünk egy kicsiny ponttöltést, másik töltést, akkor arra erő hat. Ugye az erőnek nagysága is, iránya is van, és ez az erő ott abban a pontban jellemzi ezt az elektromos teret. Hogyha ezt az erőt megmérjük, ez egyszerű mechanikai módszerekkel megmérhető, és ezt az erőt elosztjuk, az egy vektor, ugye? Tehát ezt a vektort elosztjuk azzal a próbatöltéssel, amit ide a térben elhelyeztünk, akkor ott lokálisan meg tudjuk határozni az elektromos tér erősségét. Na most, hogyha ezt a teret valahogy láthatóvá akarjuk tenni, akkor egy másik érdekes dolgot is érdemes megvizsgálni, hogy mi történik akkor, ha semleges töltésű testet helyezünk ebbe. Ugye azt tudjuk, hogy ugye a töltések hatnak egymással kölcsönhatásba, lépnek egymással kölcsönhatásba, de egy semleges töltésű testet rakunk oda, most tudjuk, hogy abban is vannak elemi részecskék, amik töltéssel rendelkeznek, protonok, elektronok sokasága van. Tehát egy elektromos megosztás jelensége lép föl. Ha tudjuk, hogy ez a gömb ez mondjuk pozitív töltésű volt, akkor annak a terében az eredendően semleges töltésű testnek a pozitív töltései érthetően az öt megosztó töltéstől minél távolabb akarnak elhelyezkedni, és a negatív töltések pedig ahhoz minél közelebb helyezkednek el. Tehát az össztöltése ennek a kis testnek továbbra is nulla, viszont a töltések elhelyezkedése az már megosztottá válik, egy elektromos dipólus jön létre, egy elektromos kettős pólus. Na most, hogyha kettő ilyent helyezünk el, akkor értelemszerűen ez is polarizálódni fog. Tehát itt is elektromos megosztás jön létre. És látjuk, hogy ez az eredeti térben elhelyezett két eredendően semleges töltésű test most már vonzani fogja egymást, hiszen itt egy pozitív, itt pedig egy negatív pólus kerül egymáshoz közel. Ezek az ellentétes töltések vonzani fogják egymást. Tehát ezek a semleges töltésű gombócok, ezek közel fognak egymáshoz vonzódni. Ha nem egy, nem kettő, hanem nagyon sok ilyen gombócot, rendelően semleges töltésű szigetelőanyagból készült szemcsét helyezünk el a térben, akkor azok egymást a megosztás miatt, mint dipólusok vonzani fogják, és ilyen úgynevezett dipólus láncok alakulnak ki. Hát ezek a dipólus láncok pedig az elektromos térerősség vonalak mentén rendeződnek, és hát ezeket fogjuk most láthatóvá tenni, és ezt pedig úgy fogjuk megtenni, hogy írásvetítő segítségével kivetítünk itt egy tégelyben
elhelyezett ricinusolaj, ugye egy szigetelő anyag, szigetelő folyadék, és hogyha esetleg valaki tudna segíteni abban, hogy a vetítőt, mármint a projektor fényét egy picit lejjebb veszi. Az a helyzet, hogy neked elmondom, de csak fél halkon, hogy más meg ne hallja, hogy amikor szikráztattál, akkor egy kicsit olyasmi jött létre, aminek nem kellett volna. Aha. Tehát most megpróbálom kikapcsolni a projektort. Közben azért hadd mondjam el, hogy ez nem teljesen tiszta ricinusolaj, hanem benne hát ilyen búzadarak, grízszemcsék helyezkednek el, amik szintén szigetelő anyagúak. Egyelőre rendezetlen állapotban vannak, viszont sejtjük, hogyha ugye elektromos teret hozunk létre ebben a tégelyben, akkor ezek a szemcsék majd reményeim szerint a térerősség vonalak mentén fognak elrendeződni. Ehhez viszont ugye egy elektródát kellene először elhelyeznünk itt az olajtégelyben. Hát ennek a kivetített képét most ott láthatjuk. Ez játssza most ugye a töltött fémtárgynak a szerepét. Az elektródát egy vezetékkel kapcsolatba hozzuk a Van de Graaff generátorral, és ezzel, ennek segítségével fogunk töltéseket juttatni az elektródára. És majd megfigyeljük azt, hogy ezek a szemcsék hogyan rendeződnek az elektromos tér hatására. Nagyszerű. A generátort elindítjuk. És talán megfigyelhetjük, hogy amint töltések kerülnek erre az elektródára, akkor már nem rendezetlenek ezek a szemcsék, hanem az elektromos térerősség vonalak, térerősség vektorok irányába álltak be. Nagyon érdemes tanulmányozni ennek az elektromos térnek a struktúráját, hiszen ugye úgy látjuk, hogy a töltésből, a töltött testből sugárirányban indulnak kifelé, gömbszimmetrikusan. Hát mi most itt ennek csak egy síkmetszetét látjuk, de látjuk, hogy sugárirányban kifelé indulnak ezek el. Ezért is nevezzük, ezért is mondjuk, hogy az elektromos tér az forrásos tér, az elektromos tér forrásai a töltések, mert minthogyha egy forrásból indulnának ki ezek az erővonalak a végtelen irányába. Ez egy elektromos monopólus, egy egypólus, amit itt most sikerült bemutatnunk. Az a nagy kérdés, hogy a másik számunkra szintén izgalmas és láthatatlan térben, a mágneses térben vajon ilyen monopólusokat meg tudunk-e figyelni? És hát erről talán a tanár úr egy pár szót, ha. Igen. Nos, hát én is fölírtam a képletet, szerintem ez jól látható. Ugye az egyik az erőképletét mutatja, a másik pedig a térerősséget. Igazából azt kell mondjam, hogy a két tér abban különbözik, hogy addig, amíg az elektromos térnél meg tudunk különböztetni pozitív töltéseket és negatív töltéseket, és ezeket külön is tudjuk választani, addig itt a mágneses térben erre nincs lehetőség. Itt csak dipólusok vannak. Gondoljunk bele, hogyha egy darab elektron szépen körbe-körbe járatunk, ugye az egy köráramnak felel meg, nem sokára fogjuk látni, hogy ennek milyen a mágneses tere. Tehát abból nagyon szépen és nagyon jól látszik majd az, hogy az északi és a déli pólust nem fogjuk tudni szétválasztani úgy, ahogy a Sarkadi tanár úrnál szét tudtuk választani a pozitív és negatív töltéseket. Valójában itt azt fogjuk tenni, hogy van itt nekünk egy írásvetítőnk, ebben az írásvetítőben egy plexilemezet teszünk a tetejére, és ennek a plexilemeznek a síkjára merőlegesen egy vezeték, egy vastag részdrót van áthűzve. Ezen keresztül fog folyni egyenáram, és amikor az egyenáram megérkezik, akkor a mágneses tér ki fog alakulni, és a mágneses tér kimutatását hasonlóképpen dipólusokkal fogjuk létrehozni, de ezek a dipólusok, ezek valójában ferromágneses anyagok lesznek, tehát vasreszeléket fogok ide tenni. Ha mágneses térbe kerülnek ezek a vasreszelékek, akkor a mágneses térben ezek mindegyik egy pici dipólus, egy pici iránytűvé fog válni, és ezek az iránytűk pontosan ugyanúgy, ahol ott a megosztás révén dipólussá vált grízszemcséknél, itt is egy úgynevezett erővonal
láncot fognak, egy dipólus láncot fognak fölhozni. Érdemes megfigyelni, hogy amikor vasreszeléket meghintem, egyenletesen próbálom elrendezni, és akkor látjuk, hogy rendezettség nem nagyon alakul ki. Abban az esetben, hogyha bekapcsoljuk az áramot, akkor elkezdődik a részecskék rendeződése, hogy tudjon könnyedén rendeződni. Itt azt fogom tenni, hogy egy kicsit így az ujjammal megfogom majd akkor, amikor az áram folyik, akkor is meg fogom kopogtatni, és hogy nehogy valaki azt higgye, hogy a kopogtatástól, az én mágikus ujjamtól való kopogtatástól rendeződik, szerintem jól látszik, hogy ettől még nem, de ha bekapcsolom az áramot, akkor nagyon szépen látszik az, hogy az erővonalak mentén kirajzolódnak a vasreszelék által a mágneses tér erővonalai. Nézzük meg, talán érdemes visszakapcsolni, hogy a kettő között milyen elképesztő különbség van. Ott az összes erővonal pozitív töltésből bújik ki, később azt is fogjuk látni, hogy negatív töltésen fognak ezek az erővonalak eltűnni. Azt mondjuk, hogy ezek a térnek a forrásai. Forrása pozitív töltés, nyelő a negatív töltés. Ugye, ha most megkérdezné valaki, hogy az ott pozitív vagy negatív töltés, akkor azt mondjuk, hogy nem tudjuk. Azért nem tudjuk, mert az erővonalakra, hogy megtudjunk mindent az erőtérről, még illik ilyen kis erővonalra ilyen nyilakat rajzolni, és akkor az erővonalaknak a futását tudjuk megállapítani. Annyit kell hozzátenni, hogy egy ismerősöm mondta, amikor beszélgettünk el a kísérletről, hogy a grízszemcsék, azok ugye én mondtam, hogy nem tudják felrajzolni ezeket az erővonalakat, egy ilyen nemesítő ember volt, és azt mondta, nem baj, Karcsi, a technológia előbb-utóbb jön, és majd olyan grízszemcséket csinálunk, amíg ezeket az erővonalakra nyilakat is rá fogja tenni. Na, szóval az a lényeg a dolgoknak, hogy itt, ebben az esetben látjuk, hogy az összes erővonal önmagába záródik, vagyis azt a kérdést teszik föl, hogy hol találjuk meg a térnek a forrásait és a nyelőit, ott találjuk meg, ahonnan kibújik, és ott találjuk meg a másik végét, ahol elvégződik, ahol eltűnik. Ugye itt az összes erővonal saját magába záródik, kimondhatjuk, hogy a tér forrásmentes. Uh-huh. Van egy másik parancsolat. Ja, bocsánat, itt viszont teljesen forrásos, tehát látjuk, hogy erővonal csak töltött töltésből indulhat ki. Amit viszont nem látunk, ami szöges ellentétje annak, amit ott mágneses tér esetén látunk, hogy itt nincsenek önmagába záródó erővonalak. Tehát míg az egy örvényes tér és forrásmentes tér, addig ez egy forrásos, de örvénymentes tér. Tehát itt nincsenek önmagába záródó erővonalak, csak akkor van így természetesen, hogyha a töltések nem mozognak, és nincsen változó mágneses tér. Ezért elektrostatikában azt mondhatjuk, hogy a tér forrásos és örvénymentes. Amit még érdemes erről megnézni, hogyha szeretnénk megtudni az erővonalaknak a futásának az irányát, akkor nekünk tudnunk kell, hogy melyik irányba folyik a vezetékben az áram, vagyis a töltések milyen irányba mozognak. Abban az esetben, hogyha szeretnénk ezt könnyen megtudni, nagyon egyszerű dolgunk van, elővesszük a jobb kezünket. A jobb kezünk hüvelykujja mutatja az áramnak az irányát. Ez mindenkinek szeretném elmondani, ez praktikusan az azt jelenti, hogy most az elektronok ebbe az irányba jönnek kifelé, de az áram irányát mindig a pozitív irányba vesszük, tehát az elektronokkal éppen szemben mutat az áramirány, és a körbejárás irányát pedig az ujjaink mutatják. Tehát ez most az óramutató járásának megfelelő irányban fog körbejárodni, tehát ha nyilakat be akarnánk rajzolni, akkor ebben az esetben óramutató járásának megfelelő nyilakat kell elhelyezni. Abban az ábrában, ha pozitív töltés, akkor az összes erővonal kifelé mutat, míg hogyha negatív töltés, az összes erővonal befelé fog mutatni. Akkor szerintem bonyolítsuk a helyzetet egy kicsit, helyezzünk el egy másik töltést. Igen, ugye most csak egy töltés terét vizsgáltunk, az rendkívül szimmetrikus ugye, sugárirányban kifelé futó erővonalakat láttunk. Most viszont annyiban bonyolítjuk a helyzetet, hogy nem egy, hanem két töltést helyezünk el. Picit elrendezem a grízszemcséket, hogy újra egyenletes eloszlásúak legyenek. A Tamás azon dolgozik, hogy a rendszer entrópiáját növelje. Igen, tudományos kifejezéssel élve így mondhatnánk.
És akkor elhelyezünk egy másik elektródát, amit viszont közvetlenül a másik mellett helyezünk el, de ezt az elektródát nem a generátornak a felső gömbjéhez kapcsoljuk, hanem az alsó pólusához, tehát ezek ellentétes töltésekkel lesznek ellátva, és nézzük meg, hogy két ellentétes pólus, tehát egy ilyen elektromos dipólus, milyen elektromos teret hoz létre maga körül. Hát nézzük meg, hogyha ráadjuk ezeket a töltéseket, akkor hogyan rendeződnek a szemcséink. És szerintem nagyon jól látszik az, amiről már eddig is beszéltünk, hogy a pozitív töltések azok az erővonalaknak a forrásai, negatív töltések viszont nyelőként funkcionálnak, tehát az erővonalak azok pozitív töltésből indulnak, és negatív töltésben végződnek, és hát itt már nem egyenes sugárirányú erővonalakról beszélünk, hanem ugye egy ilyen érdekes dipól erőtérről. Hát ugye nehéz ez talán így elsőre mondjuk matematikailag megragadni, hogy ezek milyen görbék, de hogyha valaki tudja, ismeri egy darab ponttöltésnek a terét, meg egy másiknak a ponttöltésnek a terét is, mind a kettő sugárirányú vektormezőt jelent, és a kettőt összeadja, kicsit szakszerűbben kifejezve az szuperponálja a két mezőt, tehát a szuperpozíció elvét alkalmazza, akkor ezeknek a vektoroknak az összegei, azok szépen ezt az erővonalképet fogja kirajzolni. Tehát egy elektromos dipól az valahogy így néz ki. Kérdés, hogyha ilyen monopólus, mint amit a kísérletezés elején mutattam, az elektromos kísérletekben létrehozható, akkor ugye ennek nem volt analóg párja a mágneses terek esetén, de vajon ilyen dipól létrehozható-e mágneses kölcsönhatások segítségével? Próbáljuk meg, kicserélem ezt a plexilapot, és egy olyat fogunk elhelyezni, szerintem jól látható. Plexilapnak a síkjára merőlegesen elhelyeztünk egy áramvezető hurkot, ez egy egymenetes tekercs. Ez azt jelenti számunkra, hogy az egyik vezetéken befelé fog folyni az áram, a másik vezetéken pedig éppen kifelé fog folyni, vagyis ez azt jelenti, hogy a szuperpozíció ennek megfelelően, talán kivételesen megtehetjük, hogy így nagyobb lesz az analógia, egy befelé folyó áramnak látjuk a mágneses terét, és ehhez fogjuk hozzáadni egy kifelé folyó áramnak a mágneses terét. Előre el tudjuk mondani, ha befelé folyik, akkor a jobb kezünk üvegkujját a tábla síkjára állítjuk, és a körbejárás iránya óramutató járásával megegyező lesz. Az alsó esetben a üvegkujunkat kifelé mutatjuk, és a körbejárás az óramutató járásának éppen ellenkezője lesz. Nézzük, hogy hogyan néz ki ez a gyakorlatban. Tehát megint csak egyenletesen meghintjük vasreszelékkel. És ezek a vasreszelékek a mágneses térben, mint meg annyi kis dipólus, egy dipólus láncot fognak alkotni. És azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy fölrajzolódik a két térnek a szuperpozíciaként az áramvezető hurok mágneses tere. Az áramvezető hurok mágneses teréről el kell mondjuk, hogy ha megnézi valaki, akkor az áramvezető hurok síkjában az összes vezeték, mondjuk, hogyha megnézzük, akkor mindegyik balra felé fog mutatni, tehát az itt látható síkban az összes mágneses erővonal ugye jobbról balra felé fog mutatni. Abban az esetben, hogyha azt megnézi valaki, akkor ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy mágneses dipólussá vált önmagában ez az áramvezető hurok, hiszen van egy északi és van egy déli pólusa. Ha valaki végig gondolja azt, hogy egyetlen egy darab elektront, ha keringetünk, pont ugyanilyen egy síkban, egy körpályán, akkor annak ugyanilyen lesz a mágneses erővonalkép, az erőtere, és ha valaki ezt végig gondolja, akkor azt lehet mondani, hogy itt, ezen a ponton tudjuk megmagyarázni, hogy miért nem létezik mágneses monopólus. Egy darab elektron kering, az tovább nem nagyon osztható, és ennek eredményeként egy dipólus fog kialakulni. A mágneses tereknél a legtöbb esetben, hogyha itt képletekhez akarnánk folyamodni, akkor a képletekben semmikor sem lesz
mágneses monopólus, tehát mágneses monopólus fogunk tenni. Mindenütt dipólusokra fogunk hagyatkozni, és a legtöbb esetben azt fogjuk tudni mondani, egy nyomaték fog hatni ezekre a dipólusokra, és ezt a nyomatékot kell nekünk kezelni. Annyit érdemes megtenni, hogyha elgondolkodik valaki úgy, hogy ennek a áramvezető huroknak a közepében itt helyezzünk el egy rúdmágnest, akkor a rúdmágnesnek az erővonalképe bent a mágnesben pontosan párhuzamos lesz ezekkel az erővonalakkal. Ha a rúdmágnest egy kicsit elforgatjuk, akkor már lehet látni, hogy a két erővonal között egy szög jön, és ennek a szögnek a segítségével meg tudjuk mondani, hogy egy nyomaték fog ébredni. Ez vagy tehát ez kölcsönhatás lesz, hogyha a mágnest fogom meg, akkor az áramvezető hurok akar elfordulni, hogyha pedig a hurkot rögzítem, akkor a mágnesre fog egy nyomaték hatni. Abban az esetben, hogyha antiparallel vonalakat állítunk be, tehát hogy ennek az áramvezető huroknak az összes erővonala ebbe az irányba mutat, a mágnesünk pedig abba az irányba mutat, ha pontosan paralell, akkor éppen nincs nyomaték, de a legkisebbet kitérítjük, akkor abban a pillanatban lesz egy nyomaték, ami addig fogja forgatni, amíg a két erővonal, tehát az áramvezető huroknak és a mágnesnek az erővonalai pontosan paralell, vagyis párhuzamosak nem lesznek. Nézzünk egy további szuperpozíciót. Jó, most ugye itt az előbb egy olyan dipólust állítottunk elő, ahol két pontszerű töltés ellentétes előjelű töltésekkel voltak ellátva, és látjuk, hogy ilyenkor az egyik pontból indulnak ki az erővonalak, és a másikban nyelődnek el. Most viszont egy olyan kétpólust fogunk összeállítani, ahol szintén két pontszerű töltés lesz a főszereplő, csak hogy ezek azonos előjelű töltésekkel lesznek ellátva. Tehát most annyiban módosítjuk a kísérletet, hogy mindkét elektródát a Van de Graaff generátornak a felső gömbjével hozom kölcsönhatásba. Ilyenkor ugye ez a két pólus taszítani fogja egymást, és ez a taszítást ezek az erővonalak is sejtetni fogják. Ugye most, mintha két pozitív töltésünk van, tehát mintha két forrása lenne az erővonalaknak, és meglátjuk, hogy ez milyen erővonalképet fog létrehozni. Talán látjuk, hogy ha valaki emlékszik még az előző erővonalképre, akkor itt megállapíthatjuk, hogy azért ez egy kicsit másképp néz ki. Itt azok az erővonalak, amik az egyik pontból kiindulnak, azok nem a másik felé indulnak el, hanem a végtelen felé indulnak el. Tehát látjuk talán azt, hogy itt a két tér között, vagy a két gömb, vagy két ponttöltés között, ugye az erővonalak próbálják egymást elkerülni. Ez is egy fontos dolog, hogy ezek az erővonalak sosem metszik egymást, hogyha ez a két vektormezőt egymásra szuperponáljuk, akkor itt különösen a két ponttöltés között láthatóak ezek az erővonalak, amik próbálják egymást elkerülve megszökni a végtelen távoli tér felé. Amire még érdemes visszatérni, talán a gyakorlat teszi, ezt mondják, tehát akkor az ismétlés kedvére egy pillanatra visszahelyezném még ezt az egyenes vezetőt. És nézzük meg még egyszer az egyenes vezetőnek a terét. Tehát megkintem vasreszelékkel. Így. És bekapcsoljuk az áramot. Nos, abban az esetben, tehát most szeretnék hivatkozni egy kísérletre, amelyet Michael Faraday végzett el, ő úgy mutatta ki ezt az örvényes teret, hogy fogott egy vastag falú edényt, és ezt színültig megtöltötte higannyal. Ezzel a higannyal töltött edénynek a közepébe oda kötözött egy rúdmágnest. A rúdmágnesnek az északi pólusa mondjuk álljon fölfelé, a rajzot mindjárt megpróbálom fölrajzolni a táblára, tehát ez azt jelentette, hogy itt van egy vastagfalú edény, ennek a vastagfalú edénynek az aljára egy madzagon ide kötött egy mágnest, legyen az északi pólusa itt, a déli pólusa itt,
és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy idáig föl volt töltve higannyal. Ugye a higany az jól vezeti az áramot, és itt volt az egyik, mondjuk a pozitív, az áramforrás pozitív sarkát ide kötjük, és innen fölülről belógatott egy vezetéket, egy részből készített vezetéket, ami beleért a higanyba. És ezek után bekapcsolta az áramot. Ugye, ha itt a pozitív, akkor itt pedig a negatív sarkát ide kötni. Ebben az esetben a rögzített rúd körül a mágnes körbe-körbe kezd járni. Abban az esetben, hogyha rögzítjük a mágnest, akkor viszont, és szabadon elmozdulhatóvá tesszük ezt a vezetéket, akkor pedig ez a vezeték kezd el körbe-körbe járni. Ez volt tulajdonképpen a legelső villanymotor, amelyet az 1830-as évek elején készítette Michael Faraday. A helyzet az, hogy amikor én a Budapesti Műszaki Egyetemre kerültem, az elég rég volt, 89. decemberében, és 91-ben készítettünk erről egy videófilmet. Maga az eszköz ott van a szobámban minden mai napig is, csak hát 27 kg higany kell hozzá, hogy meg tudjuk mutatni. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy egy higanyos lázmérőt sem tolerál a jelenlegi rendszer, tehát egy körülbelül 2 g-nyi higany sem tolerálnak. Tehát az, ha valaki elmegy és higanyos hőmérőt talál, akkor az, ha valaki ilyet árusítan, az bűncselekmény kategóriája lenne. Tehát gyakorlatilag akkor elkészítettük a filmet. Annyit tudok elmondani erről, hogy a filmnek az archívumán, amit nem sokára el fogtok tudni majd érni, akkor ennek a filmnek a linkét oda fogom írni, hogy amit érdemes megnézni. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy az 91-es technológiával készült, tehát úgy is mondhatnám, hogy egy kicsit egyszerűbb, egy kezdetlegesebb videófelvételt fogtok látni, de a jelenség az nagyon szépen működik, és mutatja azt, hogy a tér, az örvényes tér az olyan, hogy körbe-körbe tudunk rajta menni egy dipólussal, és ez a dipólus, hogy körbe-körbe legyen, akár munkát is tud végezni. Teljesen világosan kell látni, hogy csak abban az esetben fog elindulni, amíg folyamatosan föntartjuk az áramot, és az áram fogja azt a munkát adni, amit tulajdonképpen a dipólus a mozgásával majd ki fog tudni innen venni. Akkor most teljes Tamás. Jó. Hogy egy kicsit visszatérünk ehhez a kísérlethez, akkor az olyan értelemben is érdekes, hogyha egy picit azon a téren, azon a részen vizsgáljuk a teret, amik ugye a két töltéstől viszonylag távol van, akkor láthatjuk talán azt, hogy a két töltésre fektetett egyenesre merőlegesen távolodnak el ezek az elővonalak. Különösen, ha jó messze megyünk ettől a dipólusnak a tengelyétől. Tehát itt sugárirányban, vagy itt a tengelyre merőlegesen mennek kifelé ezek az erővonalak. Hogyha ezt egy kicsit tovább gondoljuk, és nem kettő, hanem több ponttöltést rakunk egymás után, amelyek mind ugyanakkora és azonos előjelű töltéssel rendelkeznek, tehát egy ilyen töltéssort helyezünk el, akkor ez a jelenség még nyilvánvalóbbá válik, akkor még inkább megfigyelhető lesz az, hogy a töltéstől távolabb, a töltéssorra fektetett egyenesre merőlegesen állnak majd a térerősség vonalak. Hát mi itt most nem kettő, nem három ponttöltést fogunk egymás után rakni, hanem rögtön végtelen sokat. Nagyon sok ponttöltést, ha egymás mellé rakunk, akkor egy elektromosan, egyenletesen töltött rudat fogunk kapni, és meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen elektromos teret hoz létre egy elektromosan töltött rúd. Ez, ugye a ponttöltéseimet kiveszem, kicsit újra rendezem a grisz szemcséket, hogy a teret majd tiszta lappal újra ki tudjuk mutatni, és akkor egy ilyen vonaltöltést helyezek el itt, amelyet a Van der Graaff generátornak a felső elektródájához fogok csatolni, és megnézzük, hogy ez milyen teret hoz létre. Ugye most erre kicsit gondoljunk úgy, mintha sok ponttöltés lenne egymás után helyezve, és ezeknek a szuperpozícióját vizsgáljuk. Bekapcsoljuk a Van der Graaff generátorunkat, és megfigyelhetjük azt, hogy
Ez a sok ponttöltés, amit egymás után helyeztünk, vagy inkább talán vonaltöltés, ez valóban, különösen ott, ahol igen távol vagyunk a végeitől, ott a rúdra merőleges irányú térerősség vonalakat kelt. A rúd végeinél persze egy kicsit másképp működik a tér, ugye ott egyéb effektusok vannak, de ha elképzelünk egy igen-igen hosszú rudat, amelyet elektromos töltéssel látunk el, és a rúd végeitől tisztességes távolságban, rúd közepe táján vizsgálódunk, akkor meg tudjuk állapítani azt, hogy ott az elektromos tér az a rúd tengelyére merőlegesen kifelé mutat. Ugye ez a kísérlet ugye egy térnek egy síkmetszetét ábrázolja csak. Tehát ezt a teret, hogyha a térben képzeljük el, akkor kétféle módon is végig gondolhatjuk. Egyrészt, hogyha egy rudat képzelünk el, ami elektromosan töltött, akkor arra forgásszimmetrikusan, sugárirányban kifelé mutató elektromos térerősségvektorokat találunk, mint egy felbosszantott macskának a farka. Valahogy úgy kell elképzelnünk ezeket az erővonalakat, ugye a tengelyre merőlegesen kifelé mutatnak ezek a vektorok. De mivel ez egy síkmetszet, ezért ez a kép, ez nem csak ennek a modellje lehet, nem csak egy vonaltöltésnek a modellje lehet, hanem egy nagy kiterjedésű síklap, elektromosan töltött síklapnak a terét is valahogy így kell elképzelnünk. Tehát, hogyha azt képzeljük, hogy ez az ábra, ez egy a tábla síkjára merőleges síklapnak az elektromos tere, akkor sem tévedünk nagyot. Ott is megállapítható lesz, hogy egy nagy kiterjedési elektromosan töltött lapra mindig az elektromos térerősség vektorok merőlegesen állnak. És hogyha már egy ilyen síklapot el tudunk képzelni, amely létrehozza maga körül ezt a helyel közel homogén teret, akkor talán el tudunk képzelni kettőt is, és akkor már egy igazán praktikus eszköz modelljéhez jutunk el, amelyet úgy hívunk, hogy kondenzátor. Amikor is ugye két párhuzamos fémlemezt, elektromosan töltött fémlemezt helyezünk egymással párhuzamosan, akkor ennek az elektromos tere számunkra igen kitüntetett lesz. A két párhuzamos lemez között egy helyek közel homogén elektromos tér jön létre. Hát próbáljuk meg ezt is megfigyelni, hogyha nem egy ilyen pálcát helyezek el a ricinus olajban, hanem kettőt, és azokat ellentétes előjelű töltésekkel kívánom ellátni. Tehát az egyik az továbbra is a Van de Graaff generátornak a felső elektródájához csatlakoztatjuk, a másikat pedig az alsó elektródához. Akkor kettő között ugye egy két párhuzamos vezető között egy helyel közel zárt térfogat jön létre, és nézzük meg, hogy itt milyen elektromos tér jön létre. Kapcsoljuk be újra a generátorunkat, és ezek látszik, hogy ezek annyira ellentétes töltésekkel vannak ellátva, hogy a Coulomb kölcsönhatásnak nem tudott ellenállni. Ezek ugye vonzák egymást, az ellentétes töltésű elektródák, ezért most ezek így összecsúsztak, ami miatt most nem teljesen volt elektrostatikus a kísérlet, de megpróbáljuk újra megismételni úgy, hogy tényleg statikus legyen, tehát magyarán szóval ne mozduljon el, és akkor talán megpróbáljunk egy kisebb kapacitású kondenzátort összeállítani, amikor is ugye távolabb vannak egymástól az elektródák, és bízunk abban, hogy akkor már nem vonzák talán egymást olyannyira, hogy itt az elektródák el is mozduljanak, és nézzük meg, hogy milyen elektromos tér alakul ki a két elektróda között. Szerintem talán ez most nagyon jól látszik, hogy a két párhuzamos vonaltöltés, vagy akár egy síklemez között helyek közel homogén tér alakul ki, ami azt jelenti, hogy a tér ott a két lemez között mindent ugyanakkora nagyságú, és az erővonalak is mindig párhuzamosak. Ez természetesen főleg ott a lemezek közötti térben érvényesülnek. Látható, hogy itt az elektródák szélei felé ilyen élhatások jönnek létre, amit a fizika könyvekben általában el szoktunk hanyagolni, mert hiszen ott igazán nagy kiterjedésű kondenzátorlemezeket szoktunk elképzelni, ahol ez a széle
szélénél jelenlévő elektromos tér, ez már tényleg elhanyagolható. Hát itt most, amikor egy kicsit távolabb húztam egymástól a lemezeket, akkor ez az úgynevezett szórt tér, ez már nem volt teljesen elhanyagolható, de szerintem, hogyha majd a fizikaórákon a kondenzátorról fogunk tanulni, akkor talán ez a kivetített ábra, ez talán annak a megértéséhez hozzá fog minket segíteni. És szerintem, ha már itt a kondenzátorokról szó esett, akkor egy másik nagyon hasznos elektromosságtani eszközről, a tekercsről is essen pár szó. Bocsánat, de még egy apróságra visszatérnék itt. Ha valaki ránéz ezekre az erővonalakra, egy dolgot nem szabad elfelejteni, a nevét onnan kapták, hogy az erőből származik. Ez azt jelenti, hogy ha ebben a térben mozgatunk egy elektromosan töltött testet, akkor erőhatással fogunk találkozni. Kétféleképpen mozgathatjuk alapvetően a töltésünket, az erővonalakkal párhuzamosan. Ha az erővonalakkal szembe megyünk, akkor nekünk kell dolgozni, ha az erővonalak irányába megyünk, akkor minket visszatér. Ez az egyik irány, tehát az erővonalakkal párhuzamosan. És mozoghatunk az erővonalakra merőlegesen. Ebben az esetben nincs erőhatás. Ez nagyon fontos, érdemes. Tehát úgy tudunk mozogni, hogyha az erővonalakkal mindig merőlegesen, hogy a térnek nem lesz munkavégzése. Ez azt is jelenti egyébként, hogy amit a tanár úr nagyon jól elmondott, hogy az erővonalak mindig merőlegesen fognak kilépni egy fémből. Ez azt jelenti, hogy ha a fém felületén mozgatunk egy töltést, akkor ott sosem lesz munkavégzés. Ez azt is jelenti, hogy ha van kedvünk, eljátszhatunk ezekkel az erővonalakkal úgy, hogy egy adott pontját az ember odaszúrja a ceruzáját, és azt mondom, hogy mozogjak úgy, hogy folyamatosan körbe-körbe megyek, bocsánat, úgy megyek mindig, hogy az erővonalakra mindig merőlegesen. A legegyszerűbb ezt a teret elképzelni, ezt a játékút elképzelni, hogy megnézzük a magányos ponttöltésnek az erőképét, ugye azt a gömbszimmetrikus erőteret, amit legelőször ismertünk meg. Abban az esetben, ha elindulunk mindig így merőlegesen, akkor ebben az esetben egy koncentrikus kört fogunk rajzolni a pontszerű töltéssel. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek a speciális görbék olyanok, amikor munkavégzés nincs. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy hívják itt idegen szóval, hogy ekvipotenciális felület, vagyis ennek a térnek azon pontjainak összege, ahol a munkavégzés az nulla, tehát hogyha ezen mozgunk, illetve hogyha azt mondjuk, hogy az ott levő testnek a helyzeti energiája folyamatosan állandó. Ugye, ha meggondoljuk, az elektromos térben, ha elhelyezzünk egy testet, akkor annak a testnek az elektromos térben lesz egy munkavégző képessége. Ha magára adjuk, akkor világosan elindul, elkezd gyorsulni, és előbb-utóbb mozgási energiához fog jutni. Ez a mozgás energiája abból a helyzeti energiából lett, amit a térben elfoglalt helyéből kapott. Na most, ha meggondoljuk, akkor ezek lesznek azok a terek, amire azt mondtuk, hogy ekvipotenciális, bármelyik pontjában ugyanannyi helyzeti energiája van. No, hát akkor nézzük meg az áramvezető hurok után, pontosabban az áramvezetőre merőlegesség van. Láttuk az áramvezető hurkot, ugye emlékszünk arra, hogy ennek az erővonalképe milyen volt. Ha most több áramvezető hurkot fogunk megalkotni, és ezt a több áramvezető hurkot speciálisan fogjuk elhelyezni, praktikusan egy egyenes mentén, nézzük meg, hogy mindegyik áramvezető huroknak a középpontja egy egyenesen megy keresztül, és akkor, hogyha itt megint csak meghintjük vasreszelékkel, akkor azt fogjuk látni, hogy ennek is föl tudjuk rajzolni a mágneses terét. Az első kísérletben, amikor az áramvezetőre merőlegességben vizsgálottunk, egyetlen egy darab áramnak a mágneses terét néztük. Ehhez később hozzáadtuk ennek a kettőnek az áramvezető terét, tehát ez azt jelentette, hogy megdupláztuk a hatást. Most, ha megszámolja valaki, akkor a hét menet az éppen 14 vezetéket jelent. A felső sor mondjuk befelé folyik, az alsó sor mondjuk kifelé folyik. Ez azt jelenti, hogy ha a szuperpozíció elvét használjuk, akkor azt jelenti, hogy
az erőhatásokkal, tehát a mágneses térnek az ereje sokkal nagyobb lesz, így hát most már nem lesz arra szükség, hogy az ujjammal kopogtassak, segítsem a rendeződést, hanem csak bekapcsolom az áramot, és rövidesen rendeződnek az erővonalak. A szolenoidnak, vagy az egyenes tekercsnek a mágneses terét látjuk, az erővonalak a következőképpen néznek ki. A mágneses tekercsnek a belsejében, ahogyan az előbb is elhangzott, a végeitől tisztességes távolságban egy homogén mezőt találunk. A homogén mezőnek talán érdemes a definícióját elmondani, az azt jelenti a homogén, hogy állandó. Bármelyik pontját választjuk ki, vektoriálisan ugyanakkora lesz a mágneses térerőség. Ez azt jelenti, hogy a nagysága, az iránya és az irányítottsága is a homogén térben mindenütt ugyanakkora. Egyébként, hogyha az erővonalakkal kapcsolatosan az ember szeretne gyorsan eligazodni, akkor azt lehet mondani, hogy az erővonalaknak van nagyon fontos három tulajdonsága. Az egyik, hogy az erővonalaknak, ha ránézünk, az erővonalak sűrűsége, hogy milyen szaporán mennek az erővonalak, ezek fogják megadni a térerősség abszolút értékét. Ez a mondat mindkettőnk által kimondott dologra igaz, tehát ezek a közös részek az erővonalakban. Az erővonalakhoz húzott érintő, az nagyon fontos, az lesz az adott pontban az érintőnek az iránya. Tehát, hogyha azt mondom, hogy megkeresek egy tetszőleges erővonalképnek egy pontját, ahhoz a ponthoz húzok egy érintőt, tehát ahhoz a görbéhez egy érintőt, akkor az érintő fogja megadni az erőnek a hatásvonalát. És akkor még van egy harmadik dolog, az érintőn az adott pontból el lehet két irányba indulni, az érintő pontban pedig úgy fogjuk tudni meghatározni az erőnek az irányát, hogy megnézzük, hogy az erővonalunk milyen irányítottságú, és akkor abból ez meghatározható. Hát ez azt jelenti, hogy az erővonalkép, amit tulajdonképpen Michael Faraday volt, aki kitalált, ő volt az első, aki ezeket megalkotta, nagyon szépen visszaadja azt a vektori tulajdonságot, vagy a nagyságot, a hatásvonalat és az irányítottságot is megadja. Természetesen egy vektort másképpen is meg lehet adni, de ebből most mélyen nem mennék bele, hogy az egyik lehetőség, hogy az XYZ koordinátáit megadjuk, a másik lehetőség, hogy a nagyságát és két szöget adunk meg, és akkor ennek segítségével egy térbeli vektort meg tudtunk adni. Tehát azt hiszem, nagyon szépen látszik az, hogy az erővonalak a tekercsben középen homogén teret adnak, a tekercs végein az összes erővonal kibújik, és önmagába záródik egy ilyen távolabbi részen, és a másik részen pedig befele mutató, az egyik végén meg kifele mutató teret látunk. Ha valaki megnézi, akkor pontosan ilyen egy rúdmágnesnek a tere is. Ez azt jelenti, hogy az árammal átjárt tekercs, az pótolhat, helyettesít. Ez az árának a Igen, nagyon tetszik egyébként, csak az a baj, hogy megszöknek az erővonalak itt a tekercs végein, tehát nem tudom, hogy esetleg egy végtelen tekercset tudnál lemutatni nekünk. Hát, tudunk mutatni, egy kis csalással fogunk mutatni, hát igazából ez olyan, mint az ön, amely saját farkába harap, és ez egy nagyon fontos gyakorlati alkalmazás egyben. Ezt az elrendezést toroid tekercsnek hívják, a tórusz az egy olyan térbeli test, amelynek amit úgy kapunk, hogy veszünk egy körlapot, és egy külső pont körül megforgatunk. És akkor ez a körlap a térből kivágja a tóruszt. Hát, hogyha valakinek ez nem jön be elsőre, akkor gondoljatok egy úszógumira, aminek bárhol elvágjuk kör a keresztmetszete, az egy pontosan egy tóruszt jelent. És akkor a toroid tekercs az azt jelenti, hogy az áramvezető hurkok, azok a térből egy tóruszt vágnak ki. Ennek eredményeként, hogyha az ember fogja magát és megnézi, hogy ennek a toroidnak milyen a mágneses tere, akkor szerintem nagyon szépen fel tudjuk rajzolni. Azt hiszem, jól látszik, hogy a tóruszba tudtuk lokalizálni az összes erővonalat, tehát a tóruszból nem lépnek ki. Éppen ezért a tóruszt azt gyakorlatban nagyon gyakran alkalmazzák az ügynél toroid tekercset. Az lenne a tiszteletes kérésem most akkor a tisztelt hallgatósághoz fordulok, hogy tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy ilyen toroid tekercs nincs a birtokában.
te azt gondolod, hogy nincs a birtokodban. Ez azt jelenti egyébként, ez a kifordított gondolkodásmód, ez azt jelenti, hogy megkérdezhetném, hogy akkor önnek például hol van a torói tekercs, meg tudnám mondani, nem fogom tenni, mert nem erről szól a történet. Ez a tanári aljaságnak egy speciális formája, hogy azokat fogjuk motiválni, aki nem teszi föl a kérdést, azokat lehet felszólítani, ez az invers gondolkodás. Ha meggondoljuk, a tórusznak, ha ránézünk, látjuk, nem lép ki a tóruszból a mágneses tér. Ha abban a mágneses térben, ahol a tórusznak a mágneses tere van, ott elhelyezünk egy ferromágneses anyagot, akkor egy nagyon jó hatásfokú toroid tekercset tudunk csinálni. Egyébként ennek a toroid tekercsnek két fontos tulajdonságát említeném meg. Az egyik, hogy állati macerást csinálni. Tessenek végig gondolni, hogy itt van ez a gyűrű. A gyűrűre mondjuk szeretnénk tekercselni 1000 menetet. Hát az mondjuk úgy, hogy nem egy egyszerű történet. És mégis, amikor a toroid tekercsnek a hatásfokát megnézi az ember, akkor rá fogunk jönni, hogy megéri megcsinálni, és a mérnökök fejlesztettek ilyen tekercselő gépet, amit a toroid tekercset tudnak készíteni. És hát gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy ez a lokalizálás, ez azt jelenti, hogy a tóruszon kívül, tehát itt a belsejében, meg a külsejében egyáltalán nem találunk mágneses teret, tehát a szórt mágneses tere az sokkal-sokkal kisebb. Éppen ezért használjuk előszeretettel. Toroid tekercset számtalan helyen találhatunk, legalább egy számítógépben átlagosan 20-30 toroid tekercs van. Ha van kedve valakinek, akkor bontsa szét. Elsődlegesen a távegységben lehet ilyen jókat találni, de egyébként a mobiltelefonokat, ha szétbontjátok, ott is fogtok találni ilyen tekercset. Én azt gondolom, hogy szerintem, amit az elektromos és a mágneses terekről el tudunk mondani, azt talán el is mondtuk. Egyet még nézzünk meg. Ott még van nálad a gyűrű. Jó. Visszakapcsolom a... Egyetlen elektródot még azt hiszem kihagytunk, talán. Mégpedig ezt a gyűrűn, egy gyűrűnek a terét? Igen. Ha már gyűrű, akkor legyen gyűrű. Jó. Picit elrendezem a veszeléket. És akkor ezt bekapcsolom a Van der Graaff generátorunknak a felső pólusához, és itt is próbálom, hogy középen helyezkedjen el. Külső részt pedig leföldeljük. És akkor próbáljuk meg azt megnézni, hogy egy ilyen zárt, gyűrű által bezárt térfogatban hogyan rendeződnek ezek a szemcsék, és vessük össze azzal, hogy milyen lesz a tér ahhoz képest, mint ami mondjuk a gyűrűn kívül található. Hát indítsuk el a generátorunkat, és figyeljük meg, hogy mi történik. Akkor talán jól látszik az, hogy még a gyűrűn kívül a jól ismert sugárirányú térerősség vonalak jelennek meg, addig a gyűrű által határolt területen, vagy hogyha egy kicsit ezt a háromdimenzióra vetítjük át, ahol ez még inkább igaz, hogy egy ilyen gömbhely által határolt térfogatban pedig úgy látszik, hogy egyáltalán nem rendeződtek a szemcsék, vagyis hogy ott egyáltalán nincsen elektromos tér. Ugye erről már itt az előzőekben esett szó, hogy a fém felületek azok ekvipotenciálisak, vagyis hogy ha a felületükön mozgunk, akkor nem végzünk munkát. Ebből néhány gondolattal levezethető, vagy néhány lépésben levezethető az, hogy az ilyen fémfelületekkel a határolt térfogatokon belül az elektromos térerősség nulla. Ez nagyon hasznos, azt úgy hívják, hogy Faraday kalitka, ezt a jelenséget. Ezzel nagyon jól lehet elektromos tereket árnyékolni. És hogyha ezt egy hasznos alkalmazását próbáljuk megtalálni, akkor talán ez a gömb, ez a Van der Graaff generátornak a mai órán sokat használt felső elektródája is valami hasonló elven működik, hogy még itt kívül, a gömbön kívül igen nagy elektromos térerősség volt, ilyen arasznyi szikrákat tudtunk segítségével előállítani, addig bent a gömb belsejében, ahogyan ez a,
ez a modell is mutatja, a térerősség nulla. Ezért van az, hogy célszerű a töltéseket nem kívülről rájuttatni a gömbre, hiszen akkor nagy ellentérben kellene dolgoznunk, hogy a gömböt fölteltessük, hanem ezeket a töltéseket célszerű a gömb belseje felől a gömb felszínére eljuttatni, hiszen akkor ugye gyakorlatilag ingyen juttathatjuk azokat a töltéseket a gömb felszínére, nem kell elektromos tér ellenében mozgatni azokat a töltéseket. Gondolom erre gondoltál akkor, amikor ezt a gyűrűt szeretted volna annyit, még a hallgatóságnak megmutatni. Annyit szeretnék elmondani, hogy aki elolvasta a meghívót, az tudja, hogy ez a terem Simonyi Károlyról van elnevezve. Simonyi Károly a Műegyetemnek volt a professzora, és hogyha esetleg az előadás után még van kedvük egy kicsit sétálni, akkor érdemes a Magyar Tudósok körútján abba az irányba elmenni, amelyik a Petőfi irányába megy, és annak a legszélén ott lesz egy épület, az ELTE-nek az épülete, és ott az ELTE-nek az épületében a Dunától távolabb eső részen, ott közvetlen a büfé mellett, ott található Simonyi Károly által épített Van de Graaff generátor, egy picivel nagyobb, 2,5 emelet magas. Érdemes elmenni, megnézni, tehát ez akkora, hogy tényleg a Magyarországon azt lehet mondani a legnagyobb Van de Graaff generátor, nem működőképes, de kiállítási tárgynak nem utolsó. Még egy apróságot szeretnék elmondani, Simonyi Károly, amikor ezt megépítette, akkor ilyen az 50-es években volt ez, akkor ilyen részecske gyorsítóknak az alapját szolgálta, és gyakorlatilag, ahogy a tanár úr is elmondta, ezeken a gömbön belül elektromos tér nincs. Az egyik alkalommal, amikor 2,5 millió voltra tudták ezt a Van de Graaff generátort föltölteni, vagy tehát működés közben 2,5 millió volt ott a külső felekén, Simonyi professzor úr bemászott a belsébe, és ott töltött egy hosszabb időt, mutatván, hogy tényleg az elektromos tér a fémen belül az biztosan nulla. Annyit szeretnék elmondani, hogy a terektől nagyjából elköszönünk. Annyit szeretnék elmondani, hogy a két térnek a bemutatásáról mind a ketten tudjuk, hogy még rengeteget lehetne beszélni. Szerintem még ugyanennyit tudnánk, ez biztos. És akkor még a képletekről nem, még akkor még a képletekhez nem jutottunk el. Azt gondolom, hogy a látvány után otthon a fizikatanároktól, hogyha eszetekbe jut valami, nyugodtan kérdezzetek, egész biztosan el fogják mondani. A kísérletet láttuk, hozzávaló magyarázatot pedig szerintem otthon meg fogjátok kapni. Amit szeretnék megmutatni a továbbiakban, egy olyan kísérletet, amit mindannyian elmondhatjuk, hogy még senki nem látta, hiszen ez a kísérlet még sosem volt bemutatva. Mondhatnánk, hogy egy ősbemutatót mutatok be. Az ősbemutatónak az egyik része egy meghajtó áramkör lesz, azt szerintem azt ide fogjuk bedugni. És ez 24 voltos feszültséget állít elő, és ez a 24 voltos feszültség, ez váltakozó feszültség lesz. Ez itt látható. Maga az eszköz, az pedig itt épül föl. Ha valaki megkérdezi a kérdést, hogy az eszköz mire jó, egyetlen egy dologra jó, tanítani lehet vele a fizikát. Az összes többi az csak játék. És akkor nézzük meg, hogy pontosan mit is látunk. Mielőtt bekapcsolom, akkor szeretném azért megköszönni annak, aki készítette. Varga Lajos volt, aki az Electris nevű cégnél volt szíves legyártani nekünk ezt az eszközt, és ajándékba kaptuk. Én írtam Varga Lajosnak, meg telefonon is fölhívtam, és mondtam, hogy szeretném, hogyha egy ilyesmi rólapot küldene, hogy méltóképpen meg tudjunk emlékezni róla. Ő valójában ezt küldte el. Hát, mutatom, hogyha valaki majd az előadás végig akarja nézni, ez az Electris 2000 Kft-nek a rólapja. Úgyhogy ennyire tartják fontosnak azt, hogy itt majd szóljunk róluk. Tehát azt mondta, hogy nem erről szól ez a történet, hanem hogy az oktatás segítse. No, hát akkor a váltakozó áram, az 50 Hz-es 24 voltos váltakozó árammal meg tudunk hajtani egy szofita izzót, és ennek a szofita izzónak párhuzamosan van kötve ez a tekercs. Na, hogy világos legyen és mindenki lássa, azért ezeket szépen én szétszedegetem.
ezek a vasmagjai a tekercsnek, és ezek a további tekercsek, és akkor szépen lehet látni, hogy itt vannak ezek az úgynevezett hiperszil vasmagok. Ezek a vasmagok így teljesen zártá tudjuk tenni. Ez azt jelenti, hogy ha mágneses erővonalakban gondolkozunk, akkor az erővonalak abban az irányban szeretnek menni, ahol ferromágneses anyagot találunk. Tehát ez azt jelenti, hogy ha itt valamilyen oknál fogva mágneses tér keletkezik, akkor a mágneses tér nem fog, vagy nem szeret kilépni a vasmagból. Tehát akkor itt van ez a három darab vasmag. Az első vasmagra rátesszük ezt a tekercset, aminek természetesen 24 volttal fogjuk tudni meghajtani. A következő, ugye ez a két vasmagra egy olyan tekercset csináltunk, meg lehet szerintem szépen látni, hogy egy ilyen kettős tekercs, így van ez az egész föltekercselve, tehát ez azt jelenti, hogy itt most ennek megfelelően össze tudjuk zárni, hogy ennek a mágneses tere tulajdonképpen ebben a másik tekercsben is meg fog jelenni. Ide tesszük a következő tekercset, és akkor ebben tovább tudjuk adni, majd a legvégén itt van ez a mágneses tekercsünk. Helyezzük el a vasmagokat, arra felhívták a figyelmemet, hogy a számozás az fontos, tehát itt van egy számozás, én látom, hogy hogy kell összerakni. Ebben az esetben, ha bekapcsoljuk, akkor az itt levő áramot, hogy feszültség van, az világosan látszik, áram is létrejön. Az áram itt egy mágneses teret fog létrehozni, egy váltakozó mágneses teret. Ez a váltakozó mágneses tér megjelenik ebben a tekercsben, és ebben egy elektromos teret fog indukálni. Ez az elektromos tér hatására megindulnak az elektromos töltések, amelyek mágneses teret fognak ebben a vasban készíteni. És ez így megy tovább, majd a legvégén ezen a részen megjelenik a áram. Hát igen, egy kicsit valószínű. Csak a mikrofon kérdés. Nem, ez így zörög, ez a tér valószínű, hogy egy egész kicsit. Tehát túl, de láttuk, hogy ez, aha, igen, annyit kell csak tenni, hogy ez szépen egymásra illik. Össze vannak ezek köszörülve, tehát legfeljebb csak annyi volt, hogy nem volt pontosan párhuzamos ez a két tekercs egymással. Így. Uh-huh. Így. Jó. És most. Jó. Hát igen, először dolgozok vele, tehát ahogy szokták mondani, hogy az a cigány ember, aki csak karácsonykor szokott hegedülni, az nem tud hegedülni, tehát erről szól ez a történet. Jó. Annyit szeretnék elmondani, ha bárhol kivesszük ezt a vasmagot, például ezt én kiveszem, akkor a másik végén nem jelenik meg az áram. Tehát okozatot lehet látni, tehát bekapcsolom, szerintem ez szépen látszik. Még ezen kicsit meg kell tanulnom, hogy hogyan kell csinálni, hogy ez ne zörögjön. Még annyit lehetne bemutatni, de ezre ma nem készültem. Ezeket a vezetékeket, hogyha kinyitnánk, akkor itt nem tudna áram folyni, és hogyha nem folyik áram, akkor ugyancsak nem működik. Talán én most ezt megpróbálom ezeket kinyitni, és kivesszük, és azt hiszem nagyon jól látszik ugyanezt, hogy itt van áram, és ha ezt összeérintjük, abban a pillanatban ismételten a másik oldalon megjelenik az áram, tehát ezt rövidre zárjuk. Szerintem ez nagyon szépen látszik, hogy az elektromos árammal mágneses teret hozunk létre, a mágneses térjét átalakítjuk elektromos térré, az ismét mágneses térre, és így tovább, eljutunk ide a végéig. Én egyébként ezt a kísérletet egy bizonyos Bragg nevezetű fizikustól láttam. Arról a Braggről beszélek, akinek az apja úgy szintén Nobel-díjas fizikus volt, egy előadásában láttam, és gondoltam, hogy ez egy zseniális eszköz arra, hogy elmondjuk arról azt, hogy pontosan az elektromos energia hogy alakul át a transformátorból, egyik formájából a másik formájába. Az is érdekes, hogy látjuk, hogy ha áram nem tud folyni, akkor nem tud kialakulni mágneses tér. Azt is láttuk, hogy ha mágneses téret, hát nem ilyen ferromágneses anyagokkal fogjuk továbbítani, akkor annak a hatásfoka olyan kicsi lesz, hogy a végén már nem jelenik meg. És ami szerintem még izgalmas, az az, hogy
Ha az ember megnézi egy transformátort, akkor a legtöbb esetben a transformátorok nem didaktikus alakítva, hogy az ember ránéz és rögtön érti, hanem úgy vannak megcsinálva, hogy ezt egy mérnök hatásfokában jóra akarta megcsinálni. Itt feladtuk ezeket a dolgokat, itt a hatásfokkal nem törődünk, de úgy mellesleg meg lehet érteni, hogy a Mici Mackó mondaná, hogy mellesleg megszólalt. Tehát azt hiszem, hogy ezt mindenképpen szerettem volna megmutatni önöknek, nektek. Hát köszönöm Varga Lajosnak az Electris 2000 Kft-ben az eszköz elkészítését, és hogy nekünk ajándékozta. Szerintem akkor most egy nagyot ugrunk, és egy kicsit a mozgásokkal kapcsolatosan, a forgó mozgásokkal fogunk foglalkozni. Itt van egy speciális szék, függőleges tenger körül könnyedén forgásba hozható, egy nagyon jó csapágyazással bír, és hát Tamás volt az, aki elvállalta, hogy beül, és akkor szeretnénk a forgómozgásokkal, illetve a perdülettel kapcsolatos néhány kísérletet bemutatni. Az első dolog az volt, hogy mielőtt elkezdődött az óra, függőleges beállítottuk a tengelyét, tehát ez azt jelenti, hogy nem dől sem erre, hanem amennyire tőlünk tellett, beállítottuk függőlegesbe. A perdület megmaradás tételét azzal kezdjük majd, hogy a Tamásnak adok a kezébe két darab súlyzót. Igen. És akkor még egy kicsit tartsad. Elmondom, mi lesz az egyik állapot, az az lesz, hogy oldalsó középtartásba kéne tenni. Próbáljuk meg. Jó, és akkor a másikat meg egészen húzod be, úgy is van. Ez a mozgás lesz, és akkor a kísérlet úgy fog kinézni, hogy megkérem Tamást, tegye oldalsó középtartásba a kezét, és én nem nagy sebességgel megforgatom. Látjuk, hogy mekkora sebesség, kérlek húzd össze, úgy. Annyival lehet még fokozni a dolgokat, hogyha a lábadat is kinyújtod, meg a kezeidet is. Igen. Mondjuk most visszalassulok. Igen, akkor a szögsebesség lecsökkent, most kérlek húzd be megint a kezed, lábad, és akkor azt hiszem jól látszik, hogy a... Nyújtsd ki a kezedet, légy szíves? Úgy. Jó. És akkor most, ha nem muszáj, ne kerjék ki azonnal. Jó. Merre van a mosdó, hát kérdezem. Arra. Jó. Na, tehát az a lényeg a dolgnak, hogy láttunk egy kísérletet, mi volt, amit láttunk. Azt láttuk, hogy Tamás oldalsó középtartásba tette ezt a két darab súlyzót, igyekezett a forgástengelytől minél távolabb elhelyezni, és ekkor meglöktem, és egy egyenletes szögsebességet tudtunk beállítani, egy nem túl nagy szögsebességet. Akkor, amikor Tamás elkezdte összehúzni a súlyzót, illetve a lábait is beúszta, akkor láttuk, hogy a fordulatszám elkezdett emelkedni, mondhatnánk, hogy majdnem kritikus volt. És akkor abban az esetben, hogyha visszatértünk az eredeti állapothoz, akkor visszatértünk az eredeti szögsebességhez is. Vagyis azt láttuk, hogy a súlyzók helyzete és a szögsebesség az valamilyen szinten függ. Világosan látszik az, hogyha az oldalsó középtart, egyiket elég, az oldalsó középtartásba teszi a Tamás a részét, akkor ezt úgy is vehetjük, mint egy tömegpont, a tömegpont távolságát meg tudjuk mondani a forgástengelytől, amikor behúzza, meg amikor kinyújtja, más lesz a perdülete. Meg is tudjuk mondani a képletet. Hát a perdületünk talán megmarad, hanem inkább ugye a tehetetlenségi nyomatékunk az, ami megváltozik. Ugye amikor ki vannak rakva a súlyzók, akkor nagy a tehetetlenségi nyomatékom, és kicsi a szögsebességem. Ha behúzom, akkor meg a... A másik dolog, hogy ugye itt a perdület megmarad, de az energia az éppen nem, úgyhogy amikor én ezt behúzom, én munkát végzek. Lelőtted a poént. Jó, bocsánat. Nem baj, azt akartam mondani, hogy pár évvel ezelőtt az egyik érettségi tétel az emelt szintű érettségiben az volt, hogy ül egy ember, amit az előbb láttunk, és amikor behúzza a kezét, végez munkát, vagy nem végez munkát, akkor most már mondd el, lelőttük. Jó, hát tulajdonképpen itt a bőrömön... Gondoltam, hogy megszavaztatom, hogy ki hogy gondolja most, mert aztán, amikor kifele megy, akkor valószínűleg már jól gondolja. Parancsolj. Jó, tehát bárki egyébként nagyon örülnék, ha kipróbálná, hogy itt tényleg munkavégzés történik, amikor ugye a súlyzókat húzom be, akkor én nekem egy erő ellenében kell ezt megtennem, tehát munkát végzek tulajdonképpen a súlyzókon, és tulajdonképpen így a mechanikai energiája ennek a kis rendszernek, amit én meg az a székalkot, az növekszik,
amikor pedig kiengedem, akkor pedig pihenek, mert ő dolgozik helyettem, és akkor csökken. Annyit azért elmondhatunk, hogy a perdület az ugye az a tetászor omega, vagyis az azt jelenti, hogy a tehetetlenségi nyomaték és a szögsebesség szorzata, a munka, a forgó résznek az energiája, az összes forgás energia pedig az omega négyzettel, a szögsebesség négyzetével megy, tehát mindenképpen ez a képlet, ha az ember mögé néz, akkor megtalálja azt a munkavégzést, amit neked el kellett ebbe a kísérletbe végezni. Annyit szeretnék elmondani, hogy ha valaki egy ilyen székkel megadatik, én azt kérem, hogyha vége van az előadásnak, ne akarjunk beülni, senki, nem fogjuk hagyni. Többek között elmondom azért, mert az egyetemisták isnak a kedvenc szórakozása, te dolgások közé, tehát elkezded. Aha, oké. Okay. Igen, akkor elkezdik, és addig forgatják, amíg a lehető legnagyobb fordulatszámra nem tudják forgatni, akkor behúzza az ember a kezét, akkor biztos, hogy földől a szék. Most ezt nem akarnánk, tehát igazából azt kell megérteni, mutassuk meg még egyszer, hogy egy nem túl nagy szögsebességből is, ha behúzza a kezét, akkor elég nagy szögsebesség, bőségesen elég nagy az élményhez, és azt hiszem, ez nagyon szépen látszik. Jó, a perdületről beszéltünk, amely ugye egy megmaradó mennyiség. Járjuk körül ezt a témát egy másik módon. Itt van... Hát én már alaposan körüljártam, hogy érzem, de azért... Itt van egy biciklikerék. Ez a biciklikerék, ez több dologból is különbözik egy hagyományos bicikli. Először is van két jó megfogható nyele. Illetve a közelülőknek meg tudom mutatni, hogy itt a gumi alatt nem egy fölfújt gumi található, egy belső, hanem drótokat tekertünk, azért, hogy a tömege mellett ennek a tehetetlenségi nyomatéka amennyire lehet csak legyen nagy. Nos, mivel hogy a Tamás ott ülve a helyében, nyugalomban van, megkérlek arra, hogy... Jó, tehát akkor nézzük meg, nagyon egyszerű, teljesen vegytiszt állapotot jelzünk. A biciklikerék is áll, a tenge is áll. Kérlek szépen függőlegesbe forgassad, másik irányba, szerintem az látjuk, hogy nem történik semmi. Most azt fogom tenni, hogy perdületet adok a biciklikeréknek. Ha valaki vektoriálisan kíváncsi a perdületre, akkor a tengely abba az irányba mutat, és a körbejárás irányba, tehát akkor abba az irányba van egy perdülete. Nos, ha Tamás elkezdi a perdületet megváltoztatni, akkor az egész rendszer összperdülete úgy marad állandó, hogy hol jobbra, hol balra fog forogni. Tegyük meg, hogy vízszintesbe tesszük, tessék megnézni, hogy vízszintesben áll. Abban az esetben, ha megnézzük, hogy ennek a perdületnek nincs függőleges komponense, és így egy helyben áll, ha egy pici függőleges komponens lesz, abban a pillanatban a függőleges tengely körül elkezd forogni a szék, és hát gyakorlatilag a perdület megmaradására egy jófajta kísérletet sikerült megmutatnunk. Na most, a következőben megforgatom ezt a kereket, így, idevök a Tamás mögé, hogy ne lássa, hogy mit akarok csinálni, és fogom is így megrántom. Azt hiszem, hogy mindenki jól látja, mutatom még egyszer, hogy a kezében ott tartott biciklikerék el akar csavarodni. Létszes, most ne azt mutasd meg, hogy milyen erős vagy, hanem tartsd egy kicsit lazán, hogy mindenki lássa, mi szeretnénk. Tehát azt hiszem, jól látszik, hogy abban a pillanatban, amikor én elkezdem függőleges tengely körül forgatni, az a tenge irány, az folyamatosan változik, és ez a biciklikeréknek az elcsavarodását fogja megmutatni. Még van egy kísérlet, az még bírt ki. No, tehát az akkor most ezt, a függőleges tengelyen. Ezt ide szépen föltekerjük, és most azt kéne, hogy a fejed fölé teszed. Inkább akkor így. És magam elkezdem föltörgetni. Igen, tehát akkor az, bocsánat, csak azért, hogy didaktikusak legyünk, a biciklikerék is áll, és a forgózsámo is áll. A szögsebesség mind a kettőnek nulla. Perdület, az összperdület úgy szintén nulla. Kérlek, forgassuk a biciklikereket. Akkor azt hiszem, hogy a másik kezemmel. Igen, azt hiszem, jól látszik, az összperdület most is nulla, de úgy, hogy a biciklikeréknek sem nulla a perdülete, meg a forgózsámolynak, a kettő együttesen pedig nulla. Ha megállítod óvatosan a kezeddel, akkor nagy valószínűséggel egyszerre fog mind a kettő megállni, és akkor a perdület megmaradás tételére látunk egy kísérletet. Jó. Akkor
Még azért a forgómozgásokkal kapcsolatosan van egy olyan téma, amit érdemes szerintem megmutatni. Ez pedig az itt látható eszközök. Ez egy olyan tartó, amire ezt a pörgetyűt el tudjuk helyezni. Pörgetyűnek a bemutatása történik. Van-e a pörgetyűnek egy kivehető tengelye? Ez a kivehető tengely ebben a csúcsban végződik, és ennek a tengelynek a gömbi részében nagyon szépen fixen tud állni. Tehát ez egy olyan rész, hogy a megfelelő erővel vagyunk, az innen ki nem ugrik. Ennek a biciklikeréknek, vagy ennek a biciklikerék szerű pörgetyűnek megint csak nagyon jó a csapágyazása. Szerintem mindenki szépen láthatja, hogy jó kis surlódású csapággyal láttuk el. Amit meg lehet tenni, hogy ezt ebben a rútban mozgatva, ott rögzítem, ahol akarom. Tehát az első lépés az lesz, hogy én itt csak egy egész picit fogom, hogy itt éppen kilógjon. Ha ide föltesszük, így, akkor magára hagyva ezt a biciklikerékszerű szerkezet, ezt a pörgetyűt, akkor látjuk, hogy rezgéseket fog végezni. Abban az esetben, hogyha méréseket is akarunk végezni, vesz az ember egy madzagot, a madzagnak a segítségével megköti a végét, így, és meg lehet nézni, hogyha ebből a függőleges helyzetből én ki akarom téríteni, akkor erőnek erejével kell ezt ebbe az irányba meghúzni. Mert ha elengedem, akkor ez visszafelé fog menni. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy nyugalmi helyzete. Ebből a nyugalmi helyzetéből, ha ki akarom téríteni, akkor ki akarom billenteni, akkor nekem erővel kell hatni. Ha magára hagyom, akkor pedig visszamegy az eredeti helyére, és a lengések lecsillapodás után megint függőlegesen áll meg az első. Abban az esetben, hogyha ezt a csúcsot egy kicsit lejjebb teszem, vagy ha úgy tetszik, ez fölfelé, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ugyanakkor a szögű eltérítéshez kisebb erőre lesz szükség. Tehát azt hiszem, ezt méréssel meg lehet mérni. Abban az esetben, ha egyre följebb és följebb megyek, egyre könnyebb és könnyebb lesz kibillenteni. Van itt egy jel. Ez a jel, ez egy izgalmas jel. Ez azért van, hogy viszonylag könnyedén az ember be tudjon állítani egy speciális helyzetet. Ebben az esetben, ha jól állítjuk be, akkor tetszőleges helyen úgy marad a kerék, tehát bárhol megállítom, akkor az úgy, ha eljel közel ott marad. Majd, ha e felé a jel fölé húzom, akkor magára hagyva ez saját magától kiborul, le is esne az asztalra. Tehát ez azt jelenti, hogyha megkérdezi valaki, hogy ezt, amit bemutattam ebben az eszközzel, hogy egy bizonyos pont alatt a kitérítéshez erőre van szükség, és minél jobban közelítünk ez a helyhez, annál kisebb lesz ez a kitérítő erő, tehát ugyanakkor a szöghez tartozó kitérítő erő, akkor azt lehet mondani, hogy rájöttünk arra, hogy a tömegpont és a stabilitás kérdését feszegetjük. Ez azt jelenti, hogy ennek az egész szerkezetnek van egy tömegközéppontja. És van egy olyan pont, ami alatt alátámasztjuk, ez az a hegyes csúcs. A tömegközéppont és ez a hegyes csúcs helyzete változtatható, és megállapíthatjuk, ha itt van a tömegközéppont, ahol körülbelül az ujjam vége van, akkor az alátámasztási pont az fölötte van. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha ki akarom ebből a nyugalmi helyzetéből téríteni, akkor a tömegközéppont egy körpályán emelkedni fog, vagyis egyre magasabbra és magasabbra kerül. Úgy is mondhatnánk, hogy ahhoz, hogy a tömegközéppont emelkedjen, nekem munkát kell végeznem. Ez gondolom idáig világos. Abban az esetben, hogyha elkezdem följebb és följebb emelni, akkor egyre kisebb ívű körön fogunk mozogni, egyre kevesebb lesz az a munkavégzés, ami az adott szöghöz tartozó helyzeti emelkedést fogja adni. És ennek eredményeként, hogyha egybe tudjuk tenni a tömegközéppontot és az alátámasztási pontot, akkor gyakorlatilag a kettő megegyezik, bárhova teszem, munkavégzés nem fog történni, hiszen a két pont az egy helyen van. Ha e fölé emelem, akkor viszont azt lehet mondani, hogy a tömegközéppont az alátámasztási pont fölött van,
és akkor ő arra törekszik, hogy a lehető legalacsonyabbra kerüljön, vagyis ő saját magától le fog billenni. Jó? Na most, akkor a tömegközéppontot, a stabilis helyzetet, a labilis helyzetet és a semleges helyzetet úgy gondolom végig beszéltük. Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha ezt a szerkezetet kitérítem, és magára hagyom. Látjuk, egy periodikus mozgás keletkezik, és ezt a periodikus mozgást el akarnám helyezni a fizikában, akkor azt szeretném, hogy egy kiterjedt testnek egy harmonikus rezgését látni. Egy úgynevezett fizikai nulláról beszélünk. Ugye a fonál nullához nagyon hasonlíthat, hogyha ennek a testnek a tömegközéppontjába termeljük az összes anyagot, tehát nem egy kiterjedt pontszerűtetről beszélni. És ugye a fölfüggesztést egy madzagon képzelnénk el, az hasonlóképpen működne. Na most, ennek az ingának, ennek a fizikai ingának a periódus ideje nagyon erősen függ attól, hogy milyen távol van egymástól a tömegközéppont és az alátámasztási pont. Nézzünk erre egy példát. Kicsit följebb húzom, és azt hiszem jól látszik, hogy a testünk lomhábban mozog. A periódus ideje nagyobb lett. Ha följebb húzom, akkor azt hiszem jól látszik, hogy ez még lassabb lett. Igen. Na, és akkor, ha megtesszük azt, hogy a tömegközéppontba tesszük, akkor láttuk, hogy ott azt a helyet azt meg fogja tartani, ha viszont a fölé tesszük, akkor magára hagyva ezt szépen fogja magát is lebilleni. Ez a bevezető azért kellett, mert szeretnénk megmutatni a perdülettel kapcsolatosan egy kísérletet. Most ennek az egész szerkezetnek adunk egy perdületet, és ugyanezeket a helyzeteket végigpróbáljuk. Nézzük meg, hogyan. Tehát megfogom, beállítom azt, hogy az ingánknak a tömegközéppontja és az alátámasztási pontja lehetőleg a legstabilabb helyzetet produkálja. Megfogom, megpörgetem, így elhelyezem. A helyén, beállítom ide függőlegesbe, és azt hiszem mindenki szépen látja, hogy függőleges helyzetében megtartva itt pörög. Térítsük ki ebből a helyzetéből, és ahogyan ezt eddig tettük pörgés nélkül, hagyjuk magára. És ha magára hagyjuk, akkor egy érdekes mozgást fog produkálni. Ez a mozgás, ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy itt van ez a rúd. A rúdnak az egyik vége rögzítve van ott az alátámasztási ponton, és a felső része körbe-körbe megy. Egy ilyen kúbfelületet fog súrolni ez a tengely. Ennek a kúbfelületen való súroladás közben megmondhatjuk, hogy mekkora a körbejárásnak az ideje. Egyébként ezt a mozgást idegen szóval precessziónak hívják. Ezt csak azért mondom, hogy tudunk ilyeneket is mondani, nem feltétlenül fontos megjegyezni. A fizikusoknak mindenre van valami, mondjuk ilyen típusú neve, de ne zavarjon senkit, van ennek egy nagyon jó magyar megfelelője, tehát körbe-körbe jár, és hát úgy mondjuk, hogy precesszál. Na most, nézzük meg, vagy emlékezzünk arra, hogy amikor én ezt oldalirányba kihúztam és nem forgott, akkor ebben az esetben volt a legnagyobb erő, ami visszatérítette. Ha most én ezt a visszatérítő erőt csökkentem, ugyancsak kitérítem, akkor meglátjuk, hogy a precesszálásnak a szögsebessége az elkezd lassulni. Egyre lassabb és lassabb lesz. Várhatunk még körbe, de szerintem ez jól látszik. Inkább nézzük meg, hogyha sokkal közelebb hozom, akkor aztán az tényleg sokat kell várni az, míg egy teljes kört fog megtenni. Annyit kell tudni erről, ugye folyamatosan igyekszünk állandó szögsebességen tartani ezt a forgást, és látjuk, hogy ahogy közeledünk a tömegközéppont és az alátámasztási pontot egymáshoz közelítjük, egyre kisebb és kisebb lesz, ennek eredményeként egyre lassabb lesz a precesszálás. Abban az esetben, hogyha beállítjuk a semleges helyzetet, akkor ez a test ez meg fogja tartani ezt a tengelyt. Egészen addig, amíg forog. Ugye arról szól a történet, hogy ennek van egy perdülete. Ugye a perdületét úgy tudjuk meghatározni, hogy megnézzük a forgás irányt, tehát a perdület az most éppen ebbe az irányba való itt döfi az asztalt,
És akkor ennek a perdületnek a megváltoztatáshoz valamilyen külső erő kéne, ugye a Föld gravitációs terében, hogyha az alátámasztási pont és a tömegközéppont nem esik egyben, akkor egy nyomaték keletkezik, és ez a nyomaték fogja hozni a precesszálás mozgását. Minél nagyobb ez a nyomaték, annál gyorsabb lesz a precesszálásnak a mozgása. Még egy dolgot megtehetünk, hogyha a stabilis helyzetből átmegyünk labilis helyzetbe és kitérítjük, akkor azt hiszem jól látszik, hogy épp ellenkező irányba történik a precesszálás, eddig fölülről nézve óramutató járásának ellenkezőleg, most pedig óramutató járással megegyező irányban precesszál. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a pörgetjüknek egyfajta lélektanát tanulmányozgattuk. És hogy valami jó is legyen a végére, szeretném megmutatni egy alkalmazását. Itt van ez a biciklikerék. Ugye a biciklikerékről mondtam, hogy több mindent tud, többek között azt is tudja, hogy van egy fogantyúja. Ennél a fogantyúnál fogva sok mindent el lehet követni, de a fogantyúnak az egyik végében át van fúrva, és ugye betettünk egy madzagot. Ha én ezt magára hagyom, akkor a lengések lecsillapodása után ezen az egyenesen lesz rajta a tömegközéppont, vagyis a biciklikeréknek tudjuk, hogy hol a szimmetria miatt a tömegközéppontja. Abban az esetben, hogyha többször megismételjük, hát mindig ugyanaz fog beállni, szerintem ez jól látszik, és akkor most forgassuk meg a biciklikereket. Függesszük fel úgy, ahogy eddig, és most valami egészen más látunk. Ez is egy precesszálló mozgás, nagyon hasonlít az előzőhöz, és hát azt kell mondjam, hogy ez nem úgy jöttem rá, hogy a reggel eladtam az ördögnek a lelkemet, hanem úgy lehet az egészet megérteni, hogy fizika könyvet ki kell nyitni, és el kell mélyedni benne. Nos, végül, de nem utolsó sorban, hogyha meg akarjuk érteni ezt az egészet, akkor azt kell mondjam, hogy ezen a ponton hatunk egy erővel erre a kerékre. A kerékre a tömegközéppontjában hat egy erő, az egy erőpárt ad, erő-erőpár, és ennek az erőpárnak az eredményeként egy abba az irányba mutató nyomaték fog ébredni. Ez a nyomatékra éppen merőleges lesz az a perdület, amit a biciklikerék forgása közben kap. Tehát ez azt jelenti, hogy én megforgatom, a perdület abba az irányba mutat, ha csak ilyen lassan forog, akkor az orrodig ér, és ha jobban megfordítom, akkor akár elér a falig is. Tehát akkor ugye a vektornak a hossza az egyértelmű, az, hogy milyen irányba mutat, az a tengely fogja meghatározni. Na most, ugye azt mondtuk, hogy megvan a perdületünk, megvan a nyomatékunk, és a kettőt, ha egymásra úszítjuk, a perdületet és a nyomatékot, akkor kapunk egy harmadik vektort, és ez pedig az e körüli tengely körüli szögsebesség. Tehát ez egy vektoriális szorzattal írható ez a jelenség. Nem teljesen középiskolás tananyag, de szerintem érdekes. Még egy dolgot szeretnék, ha valaki esetleg otthon ezt megépíti. Tehát egy ilyet otthon meg lehet könnyedén csinálni, mert jó megpörgeti, és az a feladat, abban ellentétben, ahol Tamás ott bennült, hogy egy olyan szituációban ült be, hogy a függőleges tengelykülű csapágyazással a környezetétől el tudtuk szigetelni. Most én itt a két lábammal itt állok a talajon, szeretnék egy kicsit fölötte járni, de az még nem megy, tehát és surlódás megtart engem rendesen. Hát ez azt jelenti, hogy ha én most akarom megváltoztatni a perdületét, akkor nem olyan egyszerű helyzetem van, mint Tamásnak, aki el volt a környezettől izolálva egy jó csapágyal. Tehát, ha az ember azt szeretné megtenni, hogy mutatom, hogy így, szeretném ezt így függőlegesen így elfordítani, akkor világosan látszik, hogy ez nem is olyan egyszerű. Otthon ezt valaki kipróbálja, az átlag ember azt szokta tenni, fogja magát, és akkor azt mondja, hogy is akarom. Azt szeretném, hogy ez így elforduljon, tehát itt lefelé kell nyomni, ott pedig fölfelé. Na, ha így csinálja és hirtelen megteszi, akkor az fog történni, amivel a Tamás hogy történt, hogy ide neki fog szaladni a keze, és innen pikpak leszedi a bőrt. Ehelyett azt kell csinálni, az egyik kezével tolja az ember, a másikkal húz, és akkor fog függőlegesbe állni. Mivel hogy nem tudom, hogy az épületben hol van kötszer,
és orvos, ezért nem engedem meg senkinek, hogy kipróbálja, de otthon mindenkinek jogában áll egy ilyet építeni. Tehát, hogyha még egyszer mondom, azt szeretném megtenni, hogy jól megforgatni, akkor azt nagyon egyszerűen a karom irányú erővel, erőpárral kell megtenni. Akkor fog ez menni. Na jó. Puskázok, hogy mi jön, de szerintem csak jó jöhet, valami vidámság. Nem véletlenül elég gyakran beszoktam mutatni a szívószál dudát, és akkor most is lássuk a szívószál dudát. Egy szívószálat kell venni, ez ma már az Európai Unióban nem kapható, legalábbis ilyen formában nejlomból, hanem csak papírból. Ezért annak a valószínűsége, hogy ezt így megfogjátok otthon fogóval és így megnyújtjátok, az kicsi. Az a papír, hogy az a műanyag szívószál az könnyedén megnyúlik. Talán meg tudom mutatni. Így. És el is vékonyodik itt a vége. És ennek a végének, tehát alkalmas lesz arra, hogy kialakítsunk belőle egy szívószál dudát. Tehát mutatom, hogy így kell kialakítani. A végéből egy picit lecsippent az ember, és így elkezdi így megnyomorgatni, ígyni. Na most itt keletkezik egy szület, ebbe belefújunk, szól a szívószálduda. Szerintem ez világos. Az történik, hogy a nagy sebességgel áramló levegő ott a szűkületben, abban lecsökken a légnyomás, és a két kívül levő részen, ahol a nyomás az légköri marad, be fogja csukni. Ekkor a rugalmasság, amelyet kinyílik, becsukódik, kinyílik, periodikusan teszi, és ezért aztán a légoszlop megindul, megáll, kialakul egy állóhullám, amely állóhullám ebben a csőben jön létre, és ennek eredményeként, ha a csövet megrövidítem, na, tehát akkor ez, azt lehet elérni, hogy egyre magasodik a hang. Természetesen, hogyha szeretnénk ezt a hangot egy kicsit felerősíteni, akkor tehetünk rá egy ilyen rezonátort. Szóval azt hiszem, nem kell lenézni a mérnöki tudományokat, mert az ember jó talál ki valamit, akkor egészen kis munkából elég nagy hangerőt lehet produkálni. A kísérletet nem ezért mutattam be. Az egésznek csak azt a részét szeretném, ha meg tudnátok jegyezni, hogy minél rövidebb a szívószál, minél rövidebb az állóhullámnak a hossza, annál magasabb lesz a hang. Na most, ha valaki ezt képletekben megnézi, akkor a képletekben benne lesz az, hogy el kell dönteni, hogy mekkora a hangterjedési sebessége. Egyik végén nyitott, vagy mindkét végén nyitott sípról beszélünk. A legcsöndesebb síp a két zárt, mind a két végén zárt síp, az egyáltalán nem szólal meg. Na, tehát akkor ugye odáig jutottunk el, hogy a képletről szeretnék beszélni, amelyben benne van a hangterjedési sebessége. Tudjuk, levegőben a hangterjedési sebessége a 330-340 méter per szekundum, függen attól, hogy mekkora a hőmérséklet, a páratartalom, stb. Én most hoztam ide egy edényt, amelyben egy gáz található, és ezt, ha ügyesek vagyunk, föl tudom fújni, és akkor most mód és lehetőség nyílik arra, hogy a tüdőmbe beszívjam ebből a léggömbből a gázt. Figyeljétek meg, hogy kell csinálni, nem bonyolult, ti is hozzájuthattok, csak egy kicsit be kell nyúlni a pénztárcába. Tehát az első dolog, hogy először kitalálom, hogy mit fogok mondani. Megpróbálok nem vihogni, mert a vihogással nagyon könnyen eltűnik a levegő, pontosan ez a gáz az ember tüdejéből, és kipréselem a tüdőmből az összes levegőt. Teleszívom a levegővel, vagy ezzel a gázzal a tüdőmet, és elkezdek beszélni. Az a helyzet, hogy a budavári Schönherr stúdió nem hülyéskedik a hangtechnikával, hanem valójában elváltozik a hangom.
Többek között azért teszi ezt, mert ennek a gáznak a hangterjedési sebessége nagyobb lesz. Ennek eredményeként ezen a csövön, amit úgy hívnak, hogy itt van a garatomban a rezgéskeltő, ez a rezgéskeltőtől, ami kijut a számon keresztül, körülbelül ilyen hosszú ez a garat, és ennek eredményeként ugyanabban a hangtérben egy sokkal magasabb frekvenciájú álló hullám fog létrejönni. Szóval az a helyzet, hogy a hangterjedési sebességének nagyon nagy hatása van arra, hogy milyen hang fog megszólalni. Két dolog. Az egyik, hogyha esetleg valakinek megengedheti magának, hogy ilyen parti léggömböket ki fog bérelni, mert meg lehet tenni. Ígérjétek meg, hogy legfeljebb óránként egyet, nem többet. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy az egészségre káros lehet, hogyha az ismétlések száma több, mint egy. Jó? Tehát ebbe egyezzünk meg. Mindenképpen akarom mondani. Hadd ne mondjak ennél többet, de az a lényege, hogy erre érdemes. Ismételjük meg még egyszer? Jó. Még egyszer megismételjük. Jó. És akkor még egyszer, tehát akkor miről tanultunk? Arról tanultuk, hogyha a hangterjedési sebességét megnöveljük, akkor a hang megmagasodik. Ugyanakkor a hosszú garatban. Tehát, hogyha meggondoljátok, itt van a, nagyjából itt ezen a részen van a hangszál. Ha azt mondjátok, hogy á, akkor lehet érezni azt, hogy itt rezeg. Ez hozza rezgésbe a levegőt, ami a garaton, az arcüregen és az egyéb helyeken alakítja ki az állóhullámot. Ha például valaki náthás lesz, akkor a hangjának az elváltozásának, ugye az ilyen hang, az úgy jön létre, hogy az egyik üreg eldugul. És annál az üreg, annélkül az üreg nélkül más lesz az ember hangjának az orgánuma. Tehát akkor hogy kell csinálni? Nem vihog, megvan a szöveg, kiföréssel a levegőt. És megszólal. Elkezd beszélni, és ennek a beszédnek megmagasodás helyett megmélyülés a vége. Azért, mert ebben a gázban lassabban terjed a hang. Ez nem hélium, az előzőekben héliumot használtam, a másikban pedig kén-hexafluorid gázt használtam. Kén-hexafluorid, hogyha meggondoljátok, SF6, körülbelül 140-150 körüli a molekula mérete. Ugye ennek a molekula mérete mennyi? Hélium, az 4. Atomos gáz, ugye két elektron, vagy két proton, két neutron, két elektron. Tehát ez azt jelenti, hogy a közötte van valahol a levegő. Ugye aznak 21-nehány a molekula mérete, és azt hiszem nagyon jól látszik, hogy az ember ki szellőztette a tüdejét, akkor visszajön az egész, és azt lehet mondani, hogy addig, amíg el van árasztva ezzel a gázzal, amelyben a hangterjedési sebessége kisebb, addig megmélyül a hangja. Szóval ez a helyzet, hogy ez nem játék, hanem fizika, mégpedig 100%-ban fizika, annyit kell pontosan erről tudni, hogy a hang terjedési sebességéről szól ez a kísérlet. Úgyhogy mit is mondhatnék ennél többet? Tehát ezért azt kell mondjam, hogy nem véletlenül szeretem a fizikát, mert érdekes. Nézzük meg, most beszéljünk még erről a gázról. Ha valaki meghallja azt, hogy kén hexafluorid, akkor mit gondol? Mondhatja, hogy ez az ember nem normális. Ez valamennyire igaz is, ezt én bevállalom. De azért tudni kell, hogy a kénhexafluoridnak az ember megnézi a biztonsági lapját, és arra, hogy mire használják, akkor ebből sok mindent meg lehet tudni. SF6. Képzeljünk el egy tetraédert, meg egy másik tetraédert. A két tetraédernek a csúcsait tegyük egybe, és így néz ki a kénhexafluorid. Középen áll a kén, és 6 darab fluor molekula. Ez egy teljesen apoláros molekula, és hogyha megnézzük, hogy hogyan lehet ezt az apoláros molekulát fölszaggatni, tehát a belső kötéseket, akkor azt kell mondani, hogy ez nagyon sok energiára van szükség. Körülbelül 500 Celsius fokig a kénhexafluorid az nemes gázként viselkedik, nem ismert vele kémiai reakció. Ezért merem beszívni a tüdőmbe. Egyik.
A másik dolog, hogy mire használják a kénhexafluoridot. Hát két fajtát lehet találni, az egyik az elektromos alkalmazás, ívoltásra használják, nagy feszültségű ívoltó gázként. Ez azt jelenti, hogy ha van például valakinek egy olyan kapcsolója, amelyben nagy feszültség van, mondjuk 250 kV és a fölött, de alatta is azért olykor-olykor lehet találni, akkor amikor az ember megszakítja az áramot, a megszakítás pillanatában keletkezik egy szikra. Hogy ez a szikra mennyire gyorsan alszik el, ez egy fontos dolog, ha másért nem azért, mert a kapcsolónak az érintkezése történik. Hát ezért aztán az ilyen nagy feszültségű szikráknak az eloltásához kénhexafluoridot használnak, nagyon jól oltja az ívet. Ha valaki esetleg elmegy a Paksi Atomenergetikai Múzeumba, ott lehet találni egy ilyen ívoltó gázzal föltöltött kapcsolót. Hát ez mondjuk a szokásos kapcsolóktól valamivel nagyobb, mint egy 6 méter hosszú, 2 méter átmérő durván, és ez a tér 400 kV-os feszültség kapcsolására alkalmas. Tehát ez az egyik alkalmazás, a ívoltó gáz. A másik pedig az orvosi alkalmazás. A szemműtéteknél szoktak olykor-olykor használni kénhexafluoridot, akkor, amikor az embernek a retinája leválik. Az egyik lehetőség, a retina leválik, hogy kiveszik a szemet, és a mikrokevéssel felután oda stoppolják a retinát a szemfenékre, de ehelyett van egy másik megoldás, hogy egy tűvel beszélnek a csarnokvízbe, és oda benyomnak kénhexafluoridot, és ennek a nyomása visszaadja a megfelelő helyre. Azt kell mondjam, hogy amikor először tartottam előadást egy kénhexafluoridról, az már nagyon rég volt, mondhatnám, hogy Noé előtt egy kicsivel, és akkor az előadásban ott ült egy szemorvos, és mondta, hogy nem is gondolta volna, hogy fizikusok ilyenről is tudnak. Hát én úgy vagyok vele, hogy nem elég csak elmondani a képleteket. Nem elég csak megmutatni, hogy miről szól a dolog, hanem ha mérnöki vagy bármi egyéb alkalmazása nincs, akkor senkit nem fog érdekelni. Vagy legyen játékos, vagy legyen hasznos, vagy egyszerűen csak másképpen ne lehessen megcsinálni. Ez mindegyikben benne van. A kénhexafluoridnak van még egy nagyon fontos tulajdonsága, amit, hogyha valaki hőtant tanult, vagy hőtant fog tanulni, akkor fontosnak gondolom. Mi ez? Nézzük meg a molekuláját. Mekkora? Írgalmatlan nagy. Nézzük meg egy vízmolekulát. Az pedig hozzáképpen nagyon kicsi. A kénhexafluorid normál légkörben, tehát itt kívül gáz. A víz, az pedig folyadékhalmaz állapotú. Fölvettem a kérdést, hogy vajon miért. Hát nagyon egyszerű a történet. Meg kell nézni, hogy mi tartja folyadékban az anyagokat. A molekulák közötti kohéziós erő lesz az, amelyik összetartja. Ha megnézzünk egy vízmolekulát, akkor rögtön látjuk, hogy a vízmolekula apolyt. Mit jelent ez? Óra elején erről beszéltünk. Tamás volt az, aki megmutatta, hogy a dipólusok, pillanat, ide visszatérünk egy kicsit, hogy a dipólusok, azok, ha elektromos térben, tehát hogy a dipólus keletkezhet úgy, hogy egy semleges anyagot elektromos térbe helyezünk, tehát egy semleges anyagot elektromos térbe helyezünk, és kialakul egy dipólus. Az a helyzet, hogy a vízmolekula pedig olyan, hogy a pozitív és negatív töltések tömegközéppontja nem esik egybe, tehát ők önmaguktól dipólusosak. Nem tudom, mennyire világos. És azt kell érteni, hogy ezek a dipólus molekulák, hogyha egymáshoz közel tesszük, önmagukkal egyszerűen összetapadnak. Egy kulomb természetű erő lesz az, és ahhoz, hogy fölforraljuk a vizet, és abból a folyadékból gáz legyen, ahhoz egy irgalmatlan nagy erőt kell legyőzni. A kénhexafluoridban, amely apoláros molekula, nincs benne kulomberő, sokkal alacsonyabb hőmérsékleten már megtörténik. Ezért lehet ebből gáz. Hogyha akarunk ebből egy keveset látni, akkor megtehetjük azt, hogy még egy... Még egy kis mennyiséget szedünk ebből az edényből. Én ezt megkötöm, így, és ezt szépen ide lerakom. Keresünk még egy másik léggömböt,
Szeretném a kénhexafluoridnak a dolgait egy kicsit jobban bemutatni. Szeretném egyformára fölfújni a két léggömböt. Körülbelül egyforma? 50% plusz egy megszavazza, mert akkor egyformának nyilvánítjuk. És akkor hát a parlamentben is, vagy a választásokon is úgy csinálják, nem? Hát kit számít a valóság, nem? Tehát megszavaztuk, vagy sem. Emlékezzünk, hogy az egyikbe kénhexafluorid van, a másikba pedig levegő. Hogyha ezeket magukra hagyjuk, akkor az egyik gyorsabban fog leesni. A szem ez jól látszik. Azért, hogy jobban lehessen látni, én ide félrevonulok, és megmutatom, hogy mennyivel másképp ebben esik. Jó helyre álltam? Tehát tessék megfigyelni, az, amelyiknek nagyobb a súlya, gyorsabban fog leesni. Azt hiszem, hogy ez látszik, ekkorát még léggömb nem pattant, csak az, amelyiket kénhexafluoriddal fújták föl, hiszen a kénhexafluorid nem csak a molekulája nagy, a sűrűsége is nagy. Tedd már meg, hogy egy kicsit földobod. Érdekes? Adok egy másikat is, csak az, hogy ki lehessen... Na, van különbség? Van, így van. No, hogy még milyen különbség van, azt meg fogjuk nézni itt a kénhexafluorid molekulával, vagy a kénhexafluorid gázzal föltöltött edény, és most ezt le fogjuk hűteni. Mert hogy szeretnénk látni, hogy a kénhexafluorid hogy néz ki, a hűtést azt pedig cseppfolyós nitrogénnel fogjuk elvégezni. A cseppfolyós nitrogén ebben az edényben található. Most túl sokat nem mondanék róla, de egy dolog biztos, hogy mínusz 196 Celsius fokon forr, ha úgy tetszik 77 Kelvinen. És ezen a 77 Kelvinen a levegőnek a nitrogénje ilyen folyadékká vált. Ha meggondoljuk, hogy milyen kölcsönhatás van a nitrogén molekulák között, azt lehet mondani, hogy az sem túl nagy. Éppen ezért, hogy folyadék legyen belőle, le kell hűtenünk. Hát most nézzük meg, mi történik a kénhexafluoriddal, hogyha elkezdjük hűteni. A kénhexafluoridot elkezdem hűteni, akkor elképesztő méretekben le fog csökkenni a térfogata. Ami izgalmas, hogy szinte teljes egészében elvesztette a léggömb a térfogatát, tehát ha megnézitek, akkor szerintem jól látszik, hogy ez egy kicsit izgalmasabb, tehát nem nagyon kell vele kapkodni, de amit meg akarok vele mutatni, az pillanatokon belül el fogja érni a lényeget. Igen, tehát akkor egy picit még hűtünk rajta. Na, beleragadt ide ebbe a léggömbbe. Igen. Ez zörög. Nem letagadható, nem lötyög, hanem zörög. Kicsit még hűtünk rajta. A kénhexafluorid ugyanis egy olyan anyag, ami szublimál. Tehát nincs folyadék halmazállapot a légköri nyomáson. Légköri nyomáson nincs folyadék halmazállapota. Ebbe az edénybe légköri hőmérsékleten sokkal nagyobb nyomáson folyadék halmazállapot. Az ember meglázza, lehet érezni, hogy lötyög. Abban az esetben, ha csak lehűtjük, akkor az edényből, tehát ebből a légbűnből kiszabadítjuk, akkor meg fogjuk találni, hogy mi volt az az olyan nagyon nehéz. A kénhexafluoridról egy ilyen kis hógolyószerűt tudunk az asztalra tenni. Ne kívánja senki, hogy megdobáljam vele, mert nagyon nehéz, és irgalmatlan nagyot lehet vele dobni. Érdemes megpróbálni így nyomogatni, és ha ügyesek vagyunk, ez az történik, hogy amikor én a kezembe feszem, nagyon hideg, de nem sokat szorongatom, megnyomom, akkor a nyomás keletkezik, hogy elkezd forrni. És ez a recsegése hallható. Így. Na most, hoztam én egy edényt, és akkor most azt mondd meg nekem, hogy körülbelül itt van az éhességhatár, ugye ennél közebb ne jöjjek. Jó. Na most, akkor azt fogjuk tenni, hogy itt van a kénhexafluorid. Csinálunk bele egy akkorát, hogy ide férjen bele ebbe az edénybe.
Ez egy különleges edény, vastagfalú, nyomásálló, polietilén tereftalából, vagy úgy tetszik, PET-ből. És akkor én mutatom, és akkor mindenki fogja látni. A hőmérséklet növekedés hatására elkezd fejlődni belőle gáz. A gáz nem úgy, mint ott kint, ugye ott van egy kicsi darab, azt lehet látni az asztalon, az ott szabadon tágulhat, és akkora lesz a keletkező gáznak a nyomása, mint a levegőnek a nyomása itt a teremben. Abban az esetben, hogyha... Bocsánat, csak én elmegyek a... Vetítőt nem kéne bekapcsolni valahogy, mert az az igazság, hogy időközben az, mint hogyha... Szemüvegemet keresem. Az is meg lesz. Való, mindegy. Aha, köszönöm. Jó, hogy én is lássam. Semmi van. Én is lássam. Hát akkor itt van a... Amit látunk, az a következő, hogy a kénhexafluorid körül elkezdett növekedni a nyomás. A növekedő nyomás hatására elkezdett megolvadni, és belőle folyadék keletkezik. Szerintem jól látszik, akár onnan távolabbról is, hogy a kénhexafluorid gáz, folyadék és szilárd halmazállapotban is egyszerre megtalálható. Ha most ennek a szelepnek a segítségével én engedek ki ebből, akkor az fog történni, hogy a kiengedés hatására elkezd forni ez a folyadék, közelülők látják, hogy for, és olyan hevesen for, hogy forrás közben meg fog fagyni. Tehát a forró és fagyos a fizikában az lehet ugyanaz a hőmérséklet. Jó? Tehát igazából itt a kénhexafluoridnak a hármas pontját mutattam meg, ami azt jelenti, hogy addig, amíg a hőmérséklet, addig nem fog változni a hőmérséklet, amíg a három halmazállapot együtt megtalálható, szilárd, cseppfolyós és légnemű, addig a hármas pontban van, aminek a nyomása nem túl nagy, ahhoz nem túl nagy, hogy ezt az edény ezt elviselje. Ha eltűnne az egyik nyomás, vagy az egyik halmazállapot, az praktikusan a szilárd halmazállapot, akkor valószínű, hogy befeküdnék az asztal, és várnám, hogy fölrobbanjon, és csak utána jönnék elő. De közben meg tudom mutatni, hogyha kiengedünk belőle gázt, akkor ismét forrásba jön, és ismét megfor. Így, megfagy, bocsánat. Tehát itt a heves forrás közben megfagyott. Azt hiszem, hogy ez volt az a dolog, amit mindenképpen szerettem volna megmutatni. És akkor, ha megnézitek, akkor itt van, porózus lett, úgy hívják, hogy ilyen havas jellege van. Széndioxiddal is szoktuk csinálni, akkor szénsav hó keletkezik. Nem lett több, hogyha az ember ezt összegyúrja, akkor jól lehet látni, hogy az, amit elfort, az annyival kevesebb lett. És hát a kénhexafluoridunk itt van, szilárd halmazállapotban. Szilárd halmazállapotban. Gázhalmaz állapotban nem látjuk, mert színtelen és szaktalan, a folyadékot pedig az elébb láttuk. És hát én azt gondoltam, hogy azért még egy kísérletet még bemutatnék. Hát ránézek az órára, és azt hiszem, hogy előbb-utóbb elfogy a türelmetek, és várjátok már, hogy hazamehessetek. Úgyhogy arra gondoltam, hogy hőtannal kapcsolatosan még egy kísérletet hadd mutatok be. Itt van egy palack. És amit a hőtanban szeretnék elmondani, az az, hogy a folyadékok, amikor elfornak, akkor egy halmazállapot változás van, és a halmazállapot változás nem csak azzal jár, hogy a halmazállapot megváltozik, hanem a térfogat is kitágul. Nézzük meg ezt, hogy ez mit jelent. Én egy kis cseppfolyós nitrogént beleöntök ebbe az edénybe, és ebben az edényben a cseppfolyós nitrogén hevesen for. Szerintem ezt mindenki látja. Ha azt szeretném, hogy a forrás abba maradjon, akkor fogom, becsukom, és abba marad a forrás. Jól lehet látni, nem for. Ha elveszem a kezemet, abban a pillanatban elindul a forrás. Vagyis látjuk, hogy a halmazállapotváltozás nem csak hőmérséklettől, hanem a nyomástól is függ. Na, amit szeretnék megmutatni, hogyha bedugjuk, és várunk egy kicsit, akkor egy kis idő múlva a dugót ki fogja lőni a fejlődő gáz. És ha valaki megkérdezi, hogy miért mutattam be ezt a kísérletet, azért, mert az energiáról szeretnék beszélni. Milyen energiákat látunk? Az első
amit itt az ember tapasztalat, az úgynevezett nyomási energia. Nem sokat szoktak róla fizikórán beszélni, de tessék végig gondolni, hogyha van egy palack, és az fölrobban, hogy mekkora energia fog elszabadulni, az két dologtól függ, mekkora a palacnak a térfogata, és mekkora a palacban uralkodó nyomás. A kettő szorzatát, hogyha meggondoljuk, hogy mit ad. Mivel szokás mérni a térfogatot? Esiben, köbméterben. Mivel szokás mérni a nyomást esiben? Paszkában, newton per négyzetméter. Ha ezt a kettőt összeszorozzuk, köbméter szorozva newton per négyzetméterrel, az newtonszor métert, vagyis zsúlt kapunk. Íme itt van a nyomási energia. Könnyedén kiszámolható. A következő energia, amit szeretnénk megérteni, az az, hogy most nyugalomban van a dugó, de egyszer csak fogja magát, kirepül, és mozgási energiára tesz szert, a mozgási energiáját pedig a nyomási energiától kapta. Nézzük meg, mi a mértékegysége a mozgási energiának. 1/2 m-szer V-négyzet, az m-et kilogrammba mérjük, méter négyzet per szekundum négyzet, mit tesz Isten, ez is zsúl. Ugye milyen érdekes. Nézzük meg, mi történik a nagy sebességgel haladó dugóval. A dugó elindul fölfelé, a sebessége egyre kisebb és kisebb lesz, végül megáll, és a tetőponton, ha meg akarjuk tudni, hogy mekkora az energiája, abból a helyzetből, amúgy ott van, helyzetenergia, akkor a dugó indítási helyét az érkezéseig megmérjük méterben, és akkor az M-szer-G-szer-H szorzatot kiszámoljuk, ami azt jelenti, hogy tömeg, méter négyzet per szekundum négyzet szorozva méterrel, mit tesz Isten, az is zsúl. Nagyon izgalmas, ugye? Tehát végül is hőenergiát alakítottunk át, nyomási energiává, mozgási energiává, majd legvégül helyzeti energiává. Hogy ez tényleg hőenergiáról van szó, az nagyon egyszerű megmutatni. Veszünk egy palackot, a palackot én most megtöltöm cseppfolyós nitrogénnel. Így, tehát igyekszem teli tölteni. Hát, hogyha nem telt meg, akkor még van másik. Hogy? És most így fogjuk lezárni, teljesen teletöltve. És hogy tényleg megértsük, hogy a környezet hőenergiáját alakítottuk mozgási energiává, szerintem mindenki fogja érezni a első sorokban, hogy ez a lehűl, és a hűlés eredményeként látjuk, hogy a hőenergia alakult, tehát nyomási energiává, mozgási energiává, majd helyzeti energiává. Ha otthon megnézitek, hogy a hőszolgáltatásokat is hogy nem zsúlban számolják, esetleg kilozsúlba, megazsúlba, nagyobb fogyasztókat gigazsúlba, tehát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy az energetikai átalakulásokra láttunk egy példát. És hát azt hiszem, hogy ha ránézek az órára, akkor azt mondom, hogy most is itt a vége. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mielőtt elindultok, hadd mondok el két mondatot. Egy. Szeretném megköszönni a Budavári Schönherr Stúdiónak azt, hogy közvetítettek. Szeretném megköszönni a termet, hogy átadta a villamosmérnök és informatikai kar. Két dolgot szeretnék még elmondani. A természettudományi kar előadását láttátok. Javaslom, hogy nézzétek meg az új képzésünket, ami idén indul. Ez a fizikus mérnök képzés. Nagyon egyszerű, fizikusmérnök.hu. Érdemes megnézni. Annyit szeretnék elmondani, hogy elsősorban azoknak ajánlanám a fizikus mérnök képzést, akik képesek matekból, fizikából emeltet tenni, és csak végig angolul fogják hallgatni a kurzust. Ezen kívül a VIK-nek is van egy újabb kara, a űrmérnöki képzés, az pedig a VIK-nek az oldalán megtalálható, az a VIK.bme.hu oldalon. És hát még egyszer köszönöm a tanároknak is, akik elhozták a csoportokat. Szervusztok, további szép napot!